itt egy kis szünetet kellene tulajdonképpen tartani, és hogy mekkora a kontraszt újabban templomban, prédikációba beletapsolnak. Mégpedig olyan esetben, amikor a prédikációban a angliai 6-3-nak a győztes magyar válogatottját felsorolja a pap elejétől végig, Grosics-tól Sziborig, és ezt megtapsolja a hívek gyülekezete. Fültanúja voltam. Na, ezt csak azért mondom, mert vannak másfajta tendenciák is. Hát ez most üdítően hát az igaz út, ahogy én ezt hitem szerint el tudom képzelni. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer. Na most még egy olyan, hát nem pont a mai témához tartozó bejelentés lenne, amihez a bejelentőt keresi a szemem. Ja igen, gyere ki, légyen kedves. Szünetben kerestek meg ugyanis, tehát ezt még előre én nem tudhattam. Hát akkor kezdjük el a mai szentleckét. Jó. Próbáljuk leoltani a villanyokat. Ma a népművészet a témánk. Ugye ezt már a múltkor megbeszéltük. Hát eléggé hát hajtjuk a témáinkat, mert összesen két alkalmunk van, és az utolsó kettőt én szeretném a pillérek közül a Csontvári életműre fordítani, mert mondjuk a népművészettel azért már találkoztunk itt, meg találkozunk más előadásokon is, de Csontvárival nem hiszem, hogy más egyéb előadásokon itt találkozni lehetett. Tehát már is be lehetne kapcsolni. Valaki esetleg... Most csak itt most vigyázni kell, nehogy lecsusszon. Itt az elsőnél még vigyázni kell. Röviden kell csak. De most kell vigyázni igazán. Na, jó, most nyomja meg, legyen kedves. Mert ha túl... Jó, most jó. Jó. Akkor maradjunk is ennél, jó? Maradjunk. Megmondom miért, mert ha egy picit hosszabban nyomja meg, akkor visszafelé megy, és akkor így le az egész. Úgyhogy attól mentsen meg a Jóisten. No. Tehát a népművészet négy szempont szerint tárgyaljuk végig általában. Ebből valószínűleg ma egyet végig tudunk tárgyalni, de a többit is elmondom. Ennek most már olyan irodalma van, sőt, hát olyan felvételek vannak már, hogy nyugodtan utána tudunk nézni a maradéknak is. Inkább kevésről többet, mint sokról keveset. Az első szempont, ezek egyébként kritériumok is, tehát ha ezek, amiket én felsorolok most, nincsenek jelen, nem mutathatók ki, akkor igazából népművészetnek nem nevezhető az a tevékenység, aminek a termékét látjuk, vagy az a termék nem nevezhető népművészeti tárgyféleségnek. Hát elég szigorú ez a kritériumrendszer. Az első az, hogy egységes téridőrendszerben fogalmaz. Ezek most nagyon tömör hát meghatározások lesznek, aztán majd feloldjuk őket. Ez rögtön elárulja azt is, hogy aki csak térben akarja értelmezni, az vagy elenyészően keveset tud róluk leolvasni, vagy eleve nem népművészeti ábrát tart a kezében, hanem mondjuk szuvenírt, amit hát jelenleg már nagy mennyiségben gyártanak, aminek semmi köze nincs a népművészethez. Zsánerkép, életkép. Na most a második szempont az az arányrendszerre vonatkozik, tehát az arányrendszer egy emberszabású, most én kicsit hosszabban mondom, hogy pontos ne, emberszabásúnak tételezett mindenségnek, még nincs vége, a szellemiség, lelkiség, testiség arány viszonyait tükrözi. Tehát szellemiség, lelkiség, testiség arány viszonyai tükrözi, vagy az szerint alakul, ahogy nekünk kellemesebb, úgy fogalmazok. Itt megint teljesen nyilvánvaló, hát ez kifejtésben aztán nagyon egyszerűen igazolható, hogy aki azt várja, hogy egy látványszerű, tehát mondjuk egy Dürer-i vagy egy Leonardo-i arányrendszert kapjon a népművészetből, annak rosszak a várakozásai.
Tehát itt egészen más határozza meg azt, hogy milyen legyen a fejviszonya a középtesthez, illetve a övön aluli részhez. Teljesen más. Ez egy egyetemes arányrend, ami csak is ezt fejezi ki, hogy a szellemiségnek milyen a viszonya a lelkiséghez és a testiséghez. Tehát ha valakiben a szellemiség dominál, egyetlen képen belül is, ha két szereplő van, megnő a feje, mondjuk a középtestéhez vagy a altestéhez viszonyítva. A másiknál, ahol a szellemi teljesítménye csekély, ott egy megymag feje van, esetleg reális, tehát látványszerű a lelkisége, tehát a középteste, a keble, viszont hatalmas testisége van. Na most, ez egy férfi-nő viszony, akit látni lehet, ebből gond lesz. Tehát az egyik az felvilágosító munkát végez, a másik meg altesti igényeket fejez ki, és juttat ki. Ebből nem lesz jó tartós kapcsolat. Általában egyébként a férfi szokott szellemi ajándékokkal jelentkezni, és a hölgy szokott hát, bizonyos más irányú igényeket bejelenteni. Tehát, de erre kell előre készülni. Tehát az ember ezt azért mégiscsak sejtheti előre, nem kell házasság után kiderüljön. És akkor az ember nem megy bele egy ilyen kapcsolatba. No, minden esetre a harmadik, az egy mondatta, egy rövid mondatta elintézhető, a pozitív és negatív formák egyenértékűsége. Ennyi. Ez mit jelent? Ha én rajzolok mondjuk, például itt, ennél az esetnél, de jobban lehet talán látni, ha ide fölrajzolom, tehát adva van mondjuk itt egy betyár, itt megy másik betyár, akkor ezek a pozitív formák. Ha kezükben tart itt egy puskát, itt is egy puskát, ezt fogom vetíteni, ezt szoktam néha, itt meg a kezében egy balta van, itt egy másik balta van, ez a másik kezében van, akkor ebből itt egy negatív forma rajzolódik ki, amiben egyszerűen nem foglalkozik senki. Miért? Mert nem figyelnek oda, hogy itt egy negatív forma is értékes. Itt vannak ilyen kis gömböcök, és ezek fölnagyítva itt jelennek meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ez mint negatív tér meghatározóan fontossá válik. Na most, ahol én nem érzem ezt, hogy a pozitív forma, ez a pozitív forma, ez is, két puska is, tulajdonképpen ez is az, de megfigyelhetetlenné válna, ha a kettőnk egymáshoz való viszonya nem teremtene egy olyan idézőjelben negatív teret, amiben ő meg tud nyilatkozni. Most ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy én mit csinálok. Ezek mindig viszonyban hát derülnek ki, hogy ez egy jó tett, vagy közömbös tett, vagy rossz tett. És ha én nem vagyok tekintettel arra, akivel ez a viszony most éppen létrejön, akkor a legjobb szándékkal is vagy szétverek egy lehetőséget, amelyben egy magasabb rendű világ meg tudna nyilatkozni. Miért? Mert önző vagyok. Bármilyen furcsa hangzik, a jó tettekkel is lehet önzés, hát hogy mondjam, keretében érvényesülni, és akkor az már nem igazi jó tett. Miért? Mert nem tud általa nyilvánulni egy mögöttes valóság, ami mindkettőnknél fontosabb. Tehát az csak ebben a két-két szereplő közötti térben tud megnyilatkozni. Tehát ezért nem mindegy, hogy mi egymáshoz képest hogy viselkedünk. És minden esetre ez rendkívül fontos kritérium, ez megvan a szkíta műveltségtől kezdve folyamatosan abban a vonulatban, amit mi úgy nevezünk, hogy az ífeszítő népek, hát ez tulajdonképpen egy etnikai és kulturális folyamatosságot jelent. És mindegyiknél megvan, kivétel nélkül, viszont egyik kortárs másfajta népnél sincs meg. Tehát a szkítával egykorú más népeknél nincs meg, a hunokkal egykorú más népeknél nincs meg, gondoljunk itt a germánokra mondjuk, akik már a hunokkal együtt szerepelnek, az avarokkal együtt szereplő mondjuk szlávoknál nyoma sincs, és a magyarokkal együtt szereplő jelenleg hát mindenféle gyülevész bandánál egynél sincs. Tehát azt jelenti, hogy itt egyszer van egy folyamatosság, másrészt meg a kortársaknál egyetlen korszakban sem mutatható ki ez. És ez mindegyik kritériumra jellemző. Na tehát ez a harmadik, és a negyedik, persze közben lesznek azért ilyen kis mellékszálak is, de hát úgyse lesz már sok időnk ezekkel bibelődni. Tehát a negyedik az a látható és az ábrázolható világ viszonya, és ezt kettős ponttal fejezzük be.
mert ez egy kérdés, ez nem kritérium önmagában, tehát kettős pont a végén, az is ábrázolható, ami nem látható. Hát itt zárjában hozzátehetjük magunknak, hogy sőt, az az igazán fontos. Na most, ennél többet most nem fogunk még ilyen általánosságban sem sorra keríteni, van még, de nem érdemes nagyon szaporítani ezeket a szempontokat, mert ennyi untig elég ahhoz, hogy az ember megbízhatóan tudja értékelni, amiről szó van. Mert az első kérdésünk, nyilván emlékszünk, még volt egy előző kép, de ne menjünk vissza, mert ez már kockázatos lenne, az egy nagyon ismert kép volt, az a dunántúli pásztor művészet hát reprezentánsának, akit erre a legtöbbször hivatkoztak, Király Zsigának volt egy ismert úgynevezett betyár és csárdás név, vagy betyár és kedvese című kompozíciója, amelyik egy tükrösnek volt a fedelén, tükrös az körülbelül ekkora, mint ez, nem nagyobb, és van egy kihúzható rész, ami mögött a tükör van, és van a hátoldala. Általában mind a kettőt szokták. Ezzel vagy karcolozott, vagy spanyolozott. A spanyolot azt jelenti, hogy előbb kivési az alját, és utána színezett, különböző színekkel hát gazdagított spanyol viaszt tesz bele. Ez tulajdonképpen az ománcozásnak egyfajta változata, olyannyira, hogy ez a vésett aljú zománcnak a pontos megfelelője, annyira, hogy a 19. században még néprajzosok egy része ezt zománcozásnak nevezte, nem spanyolozásnak, ami egy idétlen kifejezés, mert úgy tűnik, mintha Spanyolországból importáltuk volna, hanem egyszerűen zománcozásnak neveztem, ez a legpontosabb megfelelője a pásztorok hát létszintjén, annak, ami a királyok, főpapok létszintjén a vésett aljú zománc. Tehát itt az arany helyén a fa van, de nem akármilyen fa, tehát ezt már megint ki kell tudni választani, tehát aminek bírnia kell majd ezeket a nagyon finom rajzolatokat vésés formájában, és nem szálkás, nem lehet az, hogy ez szétessen, vagy szálkás legyen. És a másik pedig, hogy nyilván sokkal alacsonyabb hőfokon kell, hogy olvadjon az a valami, amit én beleteszek. Hát ez a spanyol viasz. De egyébként a technika tökéletesen ugyanaz, és emiatt természetesen öröklődhetnek motivumok is. Hát vannak olyan motivumok, amik egészen biztosan megvoltak a főpapi vagy fejedelmi szinten aranyalapú vésett zománc, tehát vésett aljú zománc formában, ami ma már csak pásztorkészségeken van meg, de teljesen hitelesen őrzi azt az eredeti formát, amit már régen beolvasztottak, szétszincáltak, esetleg kivittek, és ott most, mint tudom én, német birodalmi művészetet népszerűsítenek. Na most ezt azért vetítem, mert el szoktuk felejteni, hogy ez most az első szempontnál vagyunk. Hogy ha tehát úgy tűnik, hogy első ránézésre ez most tényleg életkép. Tehát egyetlen pillanatnak a képe. Miért? Azért, mert itt azonnal látom egy oltár körül, most ne a részletekkel foglalkozni, egy oltár körül áll az egyik oldalon, tehát ez a nekünk szembenézeti jobb oldal, egyébként ez magának az oltárnak a szempontjában, ez a bal oldal. Tehát a népművészet az a heraldikának a szabályai szerint, pontosan a heraldika működik a népművészet szabályai szerint, tehát nem a szemben állónak a jobb és bal keze jelenti a jobb és bal oldalt, hanem egy középvonalhoz képest, tehát itt most, ami nekem balkész felé esik, ez a jobb oldal. Ezen pedig egy szemmel látható egy Madonna kép van, mégpedig egy gyermeket a kezében tartó. Na most én azt javaslom, hogy már is menjünk tovább egyel, és ott már kinagyítva látjuk ezt. Hát nem sokkal jobb minőség. Az az igazság, hogy itt soha nem volt igazán látható. Ez a fény viszony, ami itt van, ez nem tesz jót. Ez még nincs átírva DVD-re, tehát ott lehet javítani ezen. Tehát körülbelül el is hisszük talán nekem, hogy középütt egy oltár építmény, egy nagyon érdekes forma, azon egy kereszt, és ami számunkra talán most érdekesebb lehet, a kereszten pedig egy nő alak. Hát most nem mondom el, melyik részéről lehet fölismerni, akik itt előn vannak, azok nyilván azonnal látják, de teljesen egyértelműen nő alak. Na most erre lehet mondani, hogy akkor elrajzolta a rajzoló. Na most én ilyenkor nagyon türelmes szoktam lenni, és azt mondom, nem. Téged rajzolt, te drágám. Te vagy elrajzolva. Sajnos elég tragikus mértékben. De semmi baj, még fejlődhetsz. Tehát
itt nagyon pontos jelzések vannak, és ez a pontos jelzés, ez, hát van, akit arra indít, hogy nem a várakozásomnak megfelelő, tehát akkor ő a hibás, ugye, ő a mumus. Nem, a te agyadban van a mumus. Tehát itt arról van szó, hogy olyan várakozásaink vannak, amik nem megalapozottak. Na most lehet mentegetőzni, de hát így tanítottak. Semmi gond nincs. Csak ne konzerváld az ostoba szűkkörű nézeteidet. Hanem ha tények jönnek elő, akkor próbáld őket mondjuk nyitott lélekkel és nyitott szemmel vizsgálni. Tehát itt bizony egy női hát áldozatról van szó, és akik körülveszik, nagyon szépen, nem álló képek, ezek lehetséges viselkedésmódok. Tehát a férfi hogyan éli meg a női minőségnek a keresztútját? Hát úgy, hogy római katolikus pap lesz belőle. De mit jelent? Szoknya van rajta, lehívja az áldást, nem adja az áldást, tehát ezeket nagyon szépen borotválkozik, tehát ezek egy katolikus papnál elengedhetetlen kellékek, szoknyás. És ezt tudja nagyon jól ő maga, és tudja a hívő serege, és mégis úgy tesz, mintha egyetemes lenne a feladatköre, nem az. Ez a női minőségnek, idegen szóval a yin minőségnek a szolgálattevése. Elengedhetetlen. De van egy másik fajta, amelyik viszont nem lehívja az áldást, nem szentbeszédet tart, hanem adja az áldást, és prédikál. Ez egy másfajta tevékenység, ez a yang minőségnek a kifejtődése a vallásgyakorlás szintjén. A kettő nem egymás ellen kellene, hogy működjön, hanem egymást kiegészítőlegesen. És nem véletlen, hogy egy reformátusnak nincs szent helye, mert azt ő maga csinálja. És nincs zarándoklata, mert ő nem feltöltődni akar, hanem adni akarja az energiát. Ez a yangnak a feladata a világban. Tehát más típusú, de a kettő egymás nélkül nem tud tartósan létezni. Tehát ha én egymásra uszítom a kettőt, akkor én nyugodtan kivonulhatok a képből, mert úgyis el fogják pusztítani egymást. Nem tudom, érthető-e. Tehát már réges-régen nem kell bennünket kívülről uszítani, mert vagyunk olyan idióták, hogy egymás torkának esünk. Motiválatlanul természetesen. Tehát naponta hallja az ember, hogy jé, mondott valami értelmeset, pedig református. Mi az, hogy pedig? Mi az, hogy pedig? És gyerekek már tőlem kérdeztek ilyet egy iskolában, hogy akkor a reformátusok is tartják a karácsonyt? Most hogy nevelheti ezeket a plébánosuk, vagy a vallástanár? Hogy nevelheti ezeket? Tehát itt nagyon vigyázzunk, mert ami egymás kiegészítéséül rendeltetett, és így is tud működni rendeltetésszerűen, ha én azokat egymásra uszítom, akkor az emberi értékrendnek van vége. Na de annak az emberi értékrendnek, ami meg viszont Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Tehát lehet csinálni, végülis én hiába mesélem, hát látom, ízzik a szeme alja, ő most nagyon katolikus, itt ízzik a szeme alja, ott meg nagyon református, ő most már erről nem fog letenni, ő igenis szidni fogja a katolikusokat, ő igenis szidni fogja a reformátusokat. Jó van, tegyed, drágám. Tegyed. Mindenkinek el kell számolni a végén. Nem szeretnék a helyedben lenni az ítéletkor. Tehát lehet csinálni, itt semmi kötelező nincs, de tessék tudomásul venni, hogy eredete szerint ez a kétféle viszonyulás egy isteni rendhez mind a kettő jogosult, és mind a kettőre szükség is van. És az, hogy valaki nem megy el mondjuk évenként Csíksomjóra, az nem azt jelenti, hogy ez nem is magyar, meg hogy ez ennek mondjuk a Szűz Mária nincs fönn a szobája falán, ez nem azt jelenti, hogy ez nem magyar és nem is keresztény, dehogy nem az. Ezen belül egy másik feladatkört kapott, és az szerint él. És az, hogy például Székelyföldön az egyik fele az udvarhelyi, az ugye alapvetően református, a másik fele a csík, az alapvetően katolikus. Na de hát ne haragudjon a világ, ezek nem egymás torkának eső székelyek. Hát jó, persze, hogy ezek mókákban előfordulnak. Tehát a vetélkedés az természetesen megvan, ez természetes dolog. Na de nem gyilkolják le egymást, és nem sínfelik naponta. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, hanem alapvetően fontos dolgokról van szó. Most ezeket egy kiváló tanulmány szépen felsorolja képekkel együtt, szöveggel együtt. Dezső Tibornak hívják a szerzőjét, és a Fényhozók című kötetben ott van első tanulmányban. Hát akit az nem tud meggyőzni, az biztos, hogy nem lesz meggyőzve soha, mert az nem akarja, hogy meggyőzzék a tények.
Na most mi számolunk ezeket, nehogy azt higgyük, hogy ezeket mi elkezdjük majd gyűlölni. Hát hiába látom az arcán, hogy ő gyűlöl, és egy kanálvízbe elpusztítana, ez nem viszonos dolog. Ez az én részemről nem fog rá visszahullani. Csak tudomásul kell venni, ő valamiről nem maradt. És senki nem hátráltatja, saját magát hátráltatja. Na, minden esetre ezt azért jó tudni, mert mi lehagyjuk a, hogy mondja, az üdvtörténetnek az egyik felét, és a másikat túlhangsúlyozzuk. Most valaha, hát gondoljunk itt a honfoglaláskori keresztjeinkre. Hát én feltételezem, hogy Szántai Lajos barátunk ezek közül bemutatott néhányat, mert beszoktam mutatni, hát én azért nem egy előadását hallottam már. Tehát ez azt jelenti, hogy azokon az egyik oldalon ott van a férfi, és a másik oldalon ott van a nő. A férfi így tartja a kezét, a nő meg így tartja a kezét. Miért? Mert a férfi az olyan szélesre hát, terjeszti ki az áldást, itt szó sincs semmiféle keresztre feszítésről. Nem tudom, hogy elmondta ezeket. Itt a tenyér közepén az áldásnak a kihelyezett csakra pontja van. Ezzel áld a református pap, ide hívja le az áldást a római katolikus pap, ha a szülő megáldja a gyerekét. Ezzel áldja meg, és ha valaki gyógyítani akar kézrátétellel, ezzel a csakraponttal dolgozik. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, ez azt jelenti, hogy ezek a korai Krisztus képek az áldó Krisztust jelentik meg, nem a szenvedő Krisztust. És itt a kézben persze, hogy valamilyen olyan forma van, ami emlékeztet szögre, de nem szög alakú. Tehát úgy van bevésve, hogy ez teljesen egyértelmű egy rozetta. Tehát azt jelenti, hogy működik ez a kihelyezett csakrapont. Na most a férfinek mi a feladata? Mi, amilyen szélesre csak tudja, ezt terjessze ki. És a nőnek meg amilyen közel tudja a lelkéhez hozni, olyan közel hozza. És ez a mellékleteken, az ilyen keresztek egy részén van melléklet. Tehát ott rögtön lehet látni, hogy a férfi oldalán csak fej jelenik meg azoknak a részéről, akiket ő megáld. Tehát szellemi értelemben tud igazán hatni. A nő esetében itt van a két kéz, tehát itt már deréktől kezdve lehet ábrázolni azt, akire hat. Tehát azt jelenti, hogy az a lelkével is részt vesz ebben az áldásban, és nagyon lényeges, hogy a nő részéről elsősorban a léleknek kell hatnia. Na most a jelenlegi női társadalom szégyelli, hogy van lelke, és elkezd okoskodni. Tehát jelenleg az az aratószűz tendencia a meghatározó sajnos női viselkedésben, ami inkább lemond a gyermekáldásról, tehát a legszebb női feladatról, csak azért, hogy okosabb legyen, mint mondjuk a férje, vagy a beosztottja, vagy a nem tudom én kicsoda. Tehát ő bebizonyítja, hogy ő az okosabb. Na most ettől én csak kihátrálni tudok abból a teremből. Tehát előre írásban adom, hogy te vagy az okosabb, mert látom neki ez létkérdés, egzisztenciális probléma. De én nem vagyok vele hajlandó egy levegőt szívni. Tehát ez már nem nő, ez valamilyen ilyen furcsa, tudom én, közbülső hát, eseménye az életünknek. Na, minden esetre a magyar hagyomány a szöveges emlékeiben minden fontos dolgot ránk hagyományoz, amit esetleg a képi üzeneteiből nem értünk meg. Tehát a kettőt, ha egybe tudjuk olvasni, akkor se a képi üzenetek nem lesznek értelmezhetetlenek, sem az egyébként talán nehezebben értelmezhető, vagy félreértelmezhető szöveges emlékek. Tehát, ha én azt mondom keresztútjárás, akkor mire asszociálunk? Hát nyilván Jézus keresztútjárására, és azt mondjuk, ez férfi ügy. Teljesen egyértelmű férfi ügy, miért elkezdődik egyszer homóval, és utána megy egészen, ugye feltámadást már nem szokták belevenni, tehát 14 stáció van, az utolsó sírba tétel. Elejétől végig kétség kívül férfiről van szó. Na most erre lehet kérdeni, hogy tud tartósan fönnmaradni egy társadalom, amelyik csak a férfit vezeti át a keresztút stációin. Megmondjam? Sehogy. Tehát ez azt jelenti, hogy kellett legyen egy olyan keresztútjárás, aminek viszont a nő volt a főszereplője. És akkor az ember kicsit utána gondol, hát először is azt tudni kell, hogy nekünk van egy saját ószövetségünk is.
Mi egyébként nem szövetkezünk az Úristennel, tehát ezt felejtsük is el. Ez nem egy adok-veszek dolog, ahol egyszerűen szövetkezni lehet egy nálam, hát, tudom én mennyivel magasabb létminőséggel, tehát itt szó se lehet. Egyébként a régi magyar nyelvben ilyen nem is fordult elő. Ez testamentum volt. A testamentum az hagyatkozás, örökség. Tehát itt szó se volt semmiféle szövetségről. A testamentumból pedig nekünk van egy saját testamentumunk, ami nagyon szépen alapozza az új testamentumot, és minden lényeges pontjában megfelel az erkölcsisége a krisztusi tanításnak. És ezt hogy hívják? Ezt a mi új testamentumunk, vagy ótestamentumunkat. Ez a magyar népmese kincs, hát tessék már ráismerni. Hát annak az erkölcsisége tökéletesen megfelel a Krisztus által, tehát Jézus Krisztus által hirdetett erkölcsiségnek. Az Ószövetség erkölcsisége nem felel meg neki, nem tehetek róla. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon vigyázunk, mert nem ott találjuk meg majd az analógiákat, nem ott találjuk meg az ellenpontot, ahol keressük, hanem ott, ahol az van. És ha én nem ott keresem, ahol van, soha nem fogom megtalálni. Mostanában már elég sok szó esik róla, hál' Istennek, mert végre ez most már szóbeszéddé vált, hogy azokban a templomokban, ahol a mennyezet, festett kazettás mennyezet, egyszerűen nem hangzik jól a zsoltároknak az a szövege, amelyik tele van átkozódással, vagy a másik rovására szolgáló, hát hogy mondjam, segítséghívással. És kiderül, mert erre nyilván elgondolkoztak már, hogy mi annak idején Szent Korona szertartásokat azért úgy, ha nem is szerveztünk, de segítettünk a szervezésben. Jó néhányszor. És volt olyan példa Debrecenben, azt hiszem, hogy 2 éve volt, ami nagy dolog volt egy civis városban, ami alapvetően még ma is református városnak számít. Tehát abban megrendezni egy Szent Korona szertartás, ráadásul a főtéren. Tehát ott a 2 tornyú nagy templom előtt. A Kossuth szobor közvetlen szomszédságában. És akkor következő javaslat volt, hogy eddig mindig a felvezető énekek során ugye katolikus népénekeket énekeltünk természetesen, és hát ezekben folyvást magyarságról van szó, boldogasszony anyánkról van szó, és hát ne felejtsük el, ha csak a legismertebbet idézem is, hogy ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ugye? Tehát az ember keresi ennek a protestáns megfelelőjét. Mit tetszik gondolni, mit találtunk? A nagy semmit. Érthető? Egész egyszerűen nyoma sincs annak, hogy a magyarság segítségére kér egy református liturgián belül valaki. Egyedül a himnusz az, amit úgy bevettek, azt is aránylag késői korban, és azt is csak záróénekként. Egyébként semmi. Egész egyszerűen nem tudom megélni saját nemzeti mi voltomat egy református liturgián belül. Nem tudom, érthető-e. Miközben ez az egyetlen olyan vallás felekezet, amelyet ha mással együtt szerepelt egy-egy településen, mindig ezt nevezték magyar vallásnak. Ez meg ténykérdés. Hol maradt belőle a magyar liturgia? Nem tudom, érthető a kérdés. Fölöttem ott van az ábrázolásrendszer, ami egy az egyben, ez a festett kazettás mennyezetek rendszere, egy az egyben a magyar népművészet nyelvezete. Akkor, amit én éneklek, az miért nem az? Nem tudom, érthető. Itt valakik kiloptak a zsebünkből valamit, és helyette üveggyöngyöt raktak bele. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert egy templomot nem az építész avat templommá, hanem a hívek. Tehát ha a hívek gyülekezete nem tölti meg tartalommal, akkor az egy hodály, az egy építmény, de nem templom. Na most, ha én nem odavalót éneklek, akkor nem emelkedik velem a templom, hanem lesüllyed vele. És ha én kihagyom a nemzeti, hát hogy mondjam, hovatartozásomat abból, amit éneklek, tehát amit teljes lelki nekibuzdulással, hát mint közösség, véghez viszek egy templomban, akkor azt jelenti, hogy nem hiteles az, amit én ott liturgia keretén belül csinálok. Most ez egy döbbenetes élmény. Csináltunk olyat, hogy akkor most rákérdezek, nekünk egyáltalán nem lenne, hogy mondjam, vallási ének készletünk? Hát hogy a csodában ne lenne, és az micsoda? Hát az a népdal anyagunk, de egyértelműen.
Tehát ahogy a mi ótestamentumunk, mint prózai anyag, mint olvasásra, vagy elmondásra szánt anyag, az természetesen a saját népmesekincsünk, ugyanilyen természetesen bizony tehát abban a liturgiában, ami a magyar vallásnak a liturgia, abban bizony a népdalok kell, hogy érvényesüljenek. Na most csináltunk ilyet, hogy énekeltük közösségként református templom, kazettás mennyezet, népdalt. Biztos, hogy itt hallották már, mert ezt is Lajos barátunk szokta. Hát ő nem nagyon szokta énekelni, de azért elmondani szokta. Ez a nincs édesebb a havasi dinnyénél. Gondolom, hogy ismert a dolog. Nincs kedvesebb az első szereténél. Mert az első igazán tud szeretni, másodikért de sokat kell szenvedni. Ez az ő felfedezése volt, utána már ez nagyon széles körben elterjedt, hogy tudnék itt bizony ez nem az az első szerető, akit hát én nyilvánvalóan nem fog dicsérni a jelenlegi szeretőmnek. Tehát ilyen idiótát még nem találtak föl, aki itt énekli a harmadik vagy 25. szeretőjének, hogy milyen jó volt az első szeretője. Tehát ez teljesen nyilvánvalóan nem helyzetkép, amelyben szó szerint kell érteni a szeretőket. Hanem az első az a szeretett vallás, ami egy rendkívül magas szintű, és a másodikért bizony nagyon sokat kell szenvedni. Ez meg az a judeokrisztiánizmus, akit nekünk most vállalni kell. Miért? Azért, hogy másokat saját nyelvükön tudjunk közelhozni a Teremtőhöz. Tehát ez nem magunk miatt énekeljük, hanem azok miatt, akik viszont csak így tudnak bekapcsolódni. Az embert, hát a Teremtő felé fölemelő szertartásban. Mert ha én majmokat akarok téríteni, nekem meg kell tanulnom majomul. De az nekem szenvedés. Nem tudom, érthető-e. Miért? Mert én magyarnak születtem. És ez arra is érvényes, hogyha én elmegyek, mit tudom én, Kanadába, és ott angolul kell, vagy franciául kell. Mert az ugyanolyan majom nyelv. Tehát ezt csak azért kell tudnunk, mert nem egyenlő szintű a hordképessége a magyar nyelvnek, meg bármilyen más nyelvnek, amelyeket ma használnak a Földön. Nem egyenlő. Ez körülbelül olyan a viszony, mondjuk egy indoeurópai, vagy egy szemita, vagy egy kínai nyelv és a magyar között, mint az én nyelvem, meg a cipőm nyelve között. Tehát mind a kettő használható, tehát én nem őrültem meg, hogy saját nyelvemmel húzzam föl reggelenként a cipőt. Tehát szükség van rá, használom a saját nagyságrendjében. De eszem ágában sincs nehézményezni, hogy most fenyegeti a cipőm nyelve a nyelvhasználatomat. Hát hülye ez, aki ezt tesz. Tehát akkor nem érzi a kettő közti nyilvánvaló rangfokozati különbséget. És az, hogy ő most ezt magyarkodásnak veszi, ne törődjünk már vele, joga van hozzá. Elmond bennünket fasisztának, tegye. Elmond bennünket anti, nem tudom én, eszkimósnak, tegye. Nem kell már ezzel annyit törődni. Inkább törődnénk a nyelvünkkel, mert annak az értékeit még szinte senki nem kutatja Végvári Jóskán kívül. Holott pedig tele van olyan értékkel, amiket naponta tudnánk használni, és a világot nem tudjuk másképp megközelíteni működésrendjében, csak a saját nyelvünkön keresztül. Tehát minden esetre a másik hát passiót, azaz keresztút járást nyilvánvalóan a saját hát szakrális tartalmú, de nem ilyenként kezelt szellemi hagyatékunkban találjuk meg, ezek meg a magyar népbaladák. A régi stílusú magyar népbaladának kizárólag nő a főszereplője. Erről gondolom itt nem nagyon esett szó, de hát nem is nagyon volt alkalom rá, hogy szó essen. Hát tessék végig gondolni, az úgynevezett régi stílusú magyar népbaladának kizárólag női főszereplője van. Tehát ez a női minőség passiójára, tehát keresztútjárása. És gyönyörűen lehet érzékelni, hogy hányféleképpen tudja a szenvedés a női minőséget rombolni, igénybe venni, de egyetlen egy sem hiába való. Tehát mindegyiknél érezzük, hogy nem véletlenül énekeljük ezeket hát generációról generációt. Nem arról van szó, hogy most egy, tudom én, egy budai Ilona miért pusztul el a végén, vagy egy Molnár Anna miért tud megmenekülni a végén, hanem azért, mert ezeknek tanúságai vannak. És ezek egy egyetemes rendben nagyon jól értékelhető tanúságok. Tehát minden esetre, amikor én találkozom egy ilyen képpel, amit sehol nem reprodukáltak eddig. Azt hiszem még én se reprodukáltam, mert akkor még föl se fedeztük, amikor a jópásztorok hagyatékát hát összeállítottuk a képanyagát, pedig közgyűjteményben van.
Na most, hogy mi lehet itt még kincs? Mert ez teljesen egyértelműen ennek a passiónak a nő maga, mint minőség a főszereplője, és ennek a jobb keze felől a szűz anyaságban. Tehát annál magasabb rendűen ezt nem lehet megélni. De az tulajdonképpen mindannyiukban itt van. Miért? Azért, mert addig szüzek, amíg a holdnak a járása visszatisztítja hónapról hónapra. Amikor ez megszűnik, tudják, hogy már anyaság indult el. Akkor átmennek a Vénusznak a ciklusába. Megszülik a gyereket, visszatisztulnak, megint a holdnak a ritmusára. Hát szüzesednek vissza havonként. Tehát a szűz anyaság minden nőnek a lehetőség az életben. Megvalósítja, vagy nem, ez már döntés kérdése, szabad akarat kérdése. Tehát minden esetre azért nagyon fontos a kérdés, mert első ránézése persze, hogy ez úgy néz ki, mintha egy helyzetkép lenne. De ez nem helyzetkép, hanem egy működésrend. Tehát ez azt jelenti, hogy ez fölfogható úgy is, hogy egy pillanatban látom, de ilyet én soha nem fogok látni egyetlen pillanatban sem. Már az aránya is mások, mint hogy így megjelenhessen. Valójában ez úgynevezett mozgásdiagram, vagy hogy szoktuk ezt még nevezni, folyamatábra, aminek szélsősége ez időben valósulhatnak meg. Az egyik az elvezethet, ha férfi vagy, a női minőségnek egy ige hirdetői stációjáig, a másik pedig elvezethet egy szűzanyai stációjáig. És mind a kettő az adott lehetőség körülbelül a legmagasabb minőséget képviseli. Hát ne felejtsük el, amikor a garabandáli Mária jelenések voltak. Tudjuk, ezt mai napig sem hitelesítette az egyház, holott rengeteg tanú van rá. Rengeteg. Csak amit én láttam, ilyen dokumentum felvételeket, hát teljesen döbbenetesek voltak. És ott fölmerült a következő kérdés. Az egyik ilyen csoda alkalmával, tudjuk, a Szent Mihály Arkangyal vezette be, és csak utána jelent meg a Madonna. Na most, az egyik ilyen alkalommal az áldoztatásnál Szent Mihály Arkangyal áldoztatta meg azt a Conchitát, akinek a naplójában ugye fönnmaradt ez, mert az közé, tehát magyarul is olvasható. Na most, az egyház azonnal óvást emelt. Miért? Azért, mert Szent Mihály nincs beavatva. Tehát ez azt jelenti, hogy csak ha beavatták fölszentelt papi rangra, akkor szolgáltathatja ki a szentségeket. Tehát Szent Mihály hiába van magasabb szinten, miután ő földi körülmények között nem kapott beavatást, tehát nem szolgáltathatja ki a szentségeket. Ez volt az egyik érv az ellen, hogy ez hiteles, ez a jelenés sorozat. Na most ezt miért mondom el? Azért, mert bizony papnak lenni, és azon belül valóban méltóan ellátni a szentségek kiszolgáltatását, az tovább nem emelhető. Tehát azt jelenti, hogy az egy adott lehetőségen körön belül, az bizony a csúcsot jelenti. És azt még egy arkangyal se tudja iberelni. Tudjuk, mi az iberelés, fölülütni. És ezen nagyon el kell gondolkoznunk, mert ez hétköznapi észjárás szempontjából abszurdumnak tűnik. De ha az ember végig gondolja, hogy ennek a yin tulajdonság, tehát a női tulajdonságok mentén mi a jelentősége, ne felejtsük, egy férfi többet, mint a férfiasságát nem tud föláldozni. És egy pap esetében ezt föl kell áldoznia. Tehát ne felejtsük el, a papi nőtlenség az pontosan azt célozza, hogy ő ezt a női minőséget teljes értékűen tudja képviselni. De 100 pap közül 100 nem tudja ma. Hanem azt hiszi, hogy ő nyugodtan, hát tudom én, Juli nénivel a falu végen, vagy tudom én, és még büszke is rá, hogy neki azért van inkognitóban még 3 gyereke. Tehát pontosan azért nem, mert ne haragudjon világ, hogy most én itt elég durván fog fogalmazni, de csak a rövidség kedvéért. Hát ha én, mint a női minőség beavatott képviselő, tehát azt jelenti, hogy véglegesített képviselője. Ha én egy nőt feleségül veszek, és vele, mint nővel élek, elnézést, de én buzi vagyok. Érthető? Tehát nem lehet neki. És ezt nem értik, mert ma óriási mozgalmak vannak a papi nőtlenség ellen. Hát nem érti meg. Miért nem? Mert nem magyarázzák el neki. Sehol ezt nem tanítják. Tehát egyszerűen képtelenség. Na menjünk is tovább, mert ebben az ember nagyon belebonyolódik, akkor messzire vezet.
De minden esetre azt azért kell tudni, hogy ez a műveltség, amiben mi beleszülettünk, meglehetősen érdemtelenül. De hát ugye nem érdemek alapján üdvözülünk, hanem kegyelemből, ezt most már próbáljuk elhinni. De azért ez nem azt jelenti, hogy ne tegyünk semmi jót, de a lényeg az, hogy mi nagyon sok olyan dolgot kaptunk, egyszerűen azért, mert magyarnak születtünk, amivel nem tanítanak meg élni, vagy egyszer nem merjük fölismerni, hogy ezekkel élni lehet. Mindenesetre itt egy olyan kísérlet volt, ez Makoldi Sándornak egy, ez az alsó, olyan, hát egy festőművészről van szó, Debrecenben él, egy olyan hát ábra kísérlete, ahol megpróbáltuk részekre fölbontani ezt az elsőnek bemutatott, itt szépen átfutottunk rajta ábrát, ami azt jelenti, hogy ennek az ábrának az egyes részei viszonylagos önállósággal rendelkeznek. És ez azt jelenti, hogy ezek nem vesztik el az önállóságokat akkor sem, amikor beépülnek egy tágabb rendszerbe. És van, amit ha én nem tudok így önállóan is nézni, soha nem értem meg, hogy milyen tulajdonságokat képvisel ez a nő. A szoknyáján melyik tulajdonságnak van a pontosan azonosítható? Vízöntő. Hát ennél nem lehet egyértelműbben kifejezni. És hogyha én ezt megfordítanám, akkor ez egy kehely lenne. De ez nem kehelyként működik. Miért? Mert a föld felé kell megnyilatkoznia. Tehát egy energiát földi életté kell átalakítani, ennek adja a befoglaló kehét. Miért? Mert ez a feladata a nőnek. Tehát azt, ami energia állapot, vagy energia formájában érkezik le, azt kell neki anyagi formába transponálni, ez a lényege. Azt hiszem, erről már beszéltünk itt, hogy összesen az egész rendszernek, amiben mi élünk, két nagyon-nagyon fontos összetevője van, de ezt most csak emlékeztetően mondom, mert ezen túl vagyunk már. És emlékezzünk vissza, melyik volt ez a két irány, itt volt az évkör, erre is emlékezzünk még, hogy itt voltak bejelölve az egyes stációk, mindet most nem fogom. Az egyik fő irány az a nyilas volt. Miért volt az a fő irány? Mert a saját tejútrendszerünk központja felé arra vezet az irány. Tehát ezt nem lehet ide-oda tologatni. A másik erre merőleges, az a szűz irányába megy. És ott pedig egy úgynevezett extra galaktikus szuperhalmaz van, amelyik iszonyatos erejű vonzást gyakorol itt a közvetlen kozmikus környezetünkre. Kettő derékszög kapcsolatban van, tehát azt jelenti, hogy hát ez bizony egy kizökkentő jellegű kapcsolat. Tehát ez egy, szokták ellenségesnek is mondani, nem ez a lényeg, hanem kizökkentő. Na most az azt jelenti, hogy ennek a képviselője a férfi minőség. Tehát innen folyamatosan jön az energia befelé, innen meg folyamatosan szívja el. Most ha magyar nyelvben azt mondom, hogy szív, akkor ezt mivel fogom jelezni? Szívvel természetesen. Hát ez nem kérdés. Na most ha én lerajzolok egy S kategóriát, és utána egy V kategóriát, akkor ezt kapom. Ha ez szimmetrikusan megismertem, mit kapok? Szívet természetesen. Tehát ez azért fontos dolog, mert most jó, akkor fordítsuk le már, ne járjanak már olyan rosszul a németek mindig. Tessék, herc az egyik, a másik, mi az pik, szalámiba gondolkozunk, hogy mi? Tehát egyszerűen nem tudja lefordítani, nem tudja értelmezni ezt a kérdést. Miért? Hát mert ő cipőnyelvnek van kitalálva. Tehát arra kiválóan jó, hogy fölzárkózzunk. Ugye? Tehát valamire nagyon jó természetesen a német nyelv is. Vagy az angol nyelv, de ezt nem tudja végrehajtani. És ez nagyon fontos kérdés, mert az összes igazán fontos jelünk esetében egyszerűen olvashatók. Tehát lehet tudni, hogy miért olyan. Na most, ha én átviszem ezt a férfi minőségre, mert ma már nem csak ugye a szűzanyának a szívét hangsúlyozzák, hanem ugye a Jézus szent szíve. Jézus nem szív, bocsánatot kérek. Nem az a feladata. Tehát ott már hercről van szó. Nem tudom, ismerjük a hercet. Szalámiról. Tehát lényeg az, hogy abban a pillanatban, ahogy a saját gondolkodásának megfelelően kódolját a dolgokat, már zsák utcába szaladtunk. Ugyanis innen jön az energia, folyamatosan jön, kiapadhatatlanul jön. De az, hogy abból akár egy ázalag legyen, akár egy egér legyen, vagy akár egy zseni legyen emberszabású, ahhoz azt le kell fékezni. Tehát ahhoz azt a felesleges energiát le kell szívni, ami átrohanna rajtunk, és nem tudna testet tölteni. Nem tudom, követhető-e. Na most ez a szűznek a feladata. Tehát a női minőség az olyan
fokozatra szívja le, illetve fékezi le az energiát, ami folyamatosan jön, hogy az itt testet öltve egy emberszabású létig el tudjon vezetni. Ez a feladata. Tehát ezért nevezik ugye Mária üvegnek azt a fajta üveget, amelyik a kicsi fényeket visszaveri, a napnak a fényét meg átengedi. Miért? Mert ez a feladata. Tehát emberszabású, hát közeggé transponálja azt, ami egyébként vagy sokkal hatalmasabb, vagy ha többet szívna le belőle, akkor egyszerűen egy vákuum keletkezne, itt nem tudna emberi élet folytatódni. Tehát ezeket azonnal lehet érteni, ha az ember egy viszonylag teljes hát, komponens rendszerben, mint amit mi már megtanultunk. Ezt figyelembe veszi, hogy két fő iránya van. Tehát működés rendjében ez a két meghatározó irány. Na most a felső rész pedig arra figyelmeztet, hogy a színeknek meghatározó szerepük van. Jól látok én? Jó, jó, még egy pici időnk van. Tehát azt jelenti, hogy ahol összesen két színt használnak, és ez elég gyakori. Tehát a pirosat és a feketét. Ezek az alapvető közlendőknek a színei. Az egyik az nem a rossznak a megjelenítő, és a másik nem a jójé. Mert ez megint egy teljesen sablonos gondolkodásnak a kifejeződése. Ha piros, az azt jelenti, hogy energiákban bővelkedik. Hogy aztán ez vérformában jelenik-e meg, vagy borformájában jelenik, vagy tűzformájában jelenik meg, ez ebben a pillanatban lényegtelen, mert egy egyetemesebb szinten jeleníti meg a világot. Egy biztos energiákban gazdag, és a fekete, az megint nem rossz, hanem az pedig energiaszegénységet, energiahiányt jelent. Na most ahhoz, hogy az egyiket meg tudjam különböztetni, egyáltalán föltűnjék, hogy van, ahhoz a másiknak is meg kell jelennie. Tehát azt jelenti, hogy a fény az csak a sötétséghez képest fény. A sötétség pedig a fényhez képest sötétség. Tehát azt akarom, hogy a fehér megjelenjen, nekem meg kell jelenítenem a feketét is. Tehát egy kontrasztot, attól függ, mit akarok vele kifejezni. De ez nem a tisztaság és a piszkosság viszonya, ez az energiákban bővelkedés és az energia hiány kettősségének a kifejeződése. És ezért van az, hogy minden esetben vizsgáztatni lehet. Tehát ha megnézem a feketét, akkor ott a kontúrok, tehát a határoló vonalak mind ezzel a színnel jelnek. De a tartalma az mindig piros. Na most a héj szerkezetnek, mert ilyenkor így szoktuk nevezni, annak természetesen szilárdnak kell lenni, az, ha elkezdene energiákban bővelkedni, akkor szétesne a rendszer. Na de hogyha én meg a pirosat fölzárkóztatom a feketéhez, mert most ez történik. Magyarságot fölzárkóztatják a halott héjszerkezethez. Hát akkor meg honnan lesz az élet? Egy tojás héjból nem lehet életet varázsolni. Tehát ha én a tojásnak a magját vagy szikjét fölzárkóztatom a héjához, akkor abból nem lesz élet. Most jelenleg ez folyik nagyüzemileg. Magyarság fölzárkóztatása egy héj szerkezethez, ami elejétől végig döglött. Semmiféle önálló teremtése nincsen. Csak készen kapott termékeket csiszolgat tovább, meg regisztrál. Érthető? Tehát beoszt, hogy mondjam, dokumentál, és itt de nem hoz létre értéket. Mindegyiknek a gyökere az másik rendszerben van. Tehát abban a rendszerben, amit mi úgynevezett ívfeszítő népek hát mozgásterének, illetve mozgásrendszerének veszünk. Na, akkor menjünk tovább. Úgy van. Hát ezt azt hiszem már elég gyakran vetítettem ahhoz, hogy ismerjék ezt az ábrát. Ismerik, ugye? Tegye fel a kezét, aki nem ismerte még. Hó, a betyár, akkor ezt mégiscsak kell. Na, az alapkérdés, tudni, ne felejtsük el, hogy most a térrel és idővel való gazdálkodásnál vagyunk. Tehát az alapkérdés, hány macska van ezen a képen? Na jó, hát most itt elindult egy demokratikus vita. Tehát a helyzet az, hogy erre tulajdonképpen egyetlen módon lehetne jól válaszolni, mert mindegyik jó volt a válaszok közül. Úgyhogy az attól függ. Az attól függ. Tehát ha én a tér egy szeletéről adott egyetlen pillanatnyi információnak veszem, akkor azt jelenti, hogy az időt nulláztam.
pillanatképet kapok. Marad a három dimenzió, de miután síkban jelenítem meg, abból is kimarad egy, az a mélységi. Tehát marad egy hosszúság és szélesség. Tehát egy síkvetületet kapok egyetlen pillanatnak a képéről. Nem tudom, érthető-e eddig. Tehát, hogy mi az, amit nulláznom kellett? A mélységi dimenziót és az idő dimenzióját. Mert egyébként mi négy dimenzióban élünk, csak mi ezt állandóan elfelejtjük. Tehát mindig három dimenzióról beszélünk, a dimenzió kiterjedést jelent magyarul. Tehát azt jelenti, hogy egymásra merőleges háromféle kiterjedés, ez lehet hosszúság, szélesség, mélység, vagy hosszúság, szélesség, magasság. Mindegy, de a lényeg az, hogy ez a három irány merőleges legyen egymásra. És nem lehet több merőleges tenni síkban, vagy térben. Tehát a negyediket mi csak időben tudjuk hozzátenni, ez azt jelenti, hogy ez mozgórendszer. Na most, ha a negyediket kikapcsolom, azt jelenti, hogy abban a pillanatban meghaltam. Tehát az az ábrázolásmód, amelyik eleve kikapcsolja a negyedik dimenziót, tehát pillanatképben gondolkozik, hát a reneszánsz óta ez a meghatározó, egész a 20. század elejéig. Az azt jelenti, hogy csak térproblémá, nincs időproblémát, nem is ismer, mert nincs ideje. Tehát csak térről ad vallomást, egyetlen gondja van, hogy a mélységi dimenziót hogy jelenítse meg. Erre dolgoz ki egy rendszert, ezt nevezzük reneszánsz centrál perspektívának. És ha rákezdem, mi lesz az idővel, akkor azt mondja, nem törődök vele, nem érdekel. Az a zene dolga, meg az irodalom dolga. Tehát egyszerűen nem érdekli az idő. Na most ez egy óriási hiányt jelent, és pontosan ez a népművészet töblete, és ezt számon is kell kérnünk rajta, hogy van-e mondani valója ugyanannak a képnek az időben is. És abban a pillanatban az egymásra hasonlító minőségek egy bizonyos hasonlósági fok után már nem csak úgy kezelhetők, mint egy adott pillanatban látható két egymásra nagyon hasonlító minőség, hanem úgy, mint egy adott minőségnek az időben egymást követő létfázisai. Nem tudom, érthető-e? Akkor én az ablakot nem a térre nyitom, hanem az időre. És ami egy időkeretben egy azonos minősége előfordul, az természetesen ahhoz nagyon hasonló alakban fogom többször megjeleníteni. Hát a gyerekrajzoknál ez általános, tehát egy gyereknek ezt nem kell magyarázni. A reneszánszot megelőző időszakban ez szintén általános volt. Tehát azt jelenti, hogy egyetlen képen belül természetesen megjelenik, ugye gondoljunk mondjuk a veleméri falkép ciklusra, megjelenik egyszer itt a kiskirály, mint lovon ülő valaki, utána megjelenik később, mit tudom én, ott éppen nem, mert ott egy másfajta felsorakozásuk van, de például még a kora reneszánsz, még a Quattrocento, tehát az 1400-as években még egy Benozzo Gozzolinál még megjelenik gyönyörűen, ahogy vonulnak, meg megjelenik itt ugyanaz a három király, ahogyan letérdel az egyik, a másik kettő meg áll mellette. Semmilyen gondjuk nincsen, ők még időben fogalmaznak, mert örökösei egy korábbi megjelentési módnak. És ez fokozatosan szűkül le odáig, hogy már egy Leonardo-nál legfőjebb utalások vannak időbeliségre, de már pillanatképben gondolkozik. És utána pedig ez válik általánossá. Tehát azért nehéz nekünk megközelíteni ezt a kérdést, mert bennünket reneszánsz szemlélet szerint, és hát az arra épülő akadémikus szemlélet szerint tanítanak. Elég baj az nekünk. Tehát minden esetre azok is igazat mondtak, akik azt mondják, hogy itt összesen öt van, mert fönt kettő van, lent kettő van, és egy pedig középütt van. Tehát ez végülis öt. Annak is igaza volt, aki négyet mondott, mert ezt a kis fekete dögöt ott jobb oldalt, nekünk szembenézett jobbot, azt nem vette azonosnak. Tehát azt mit tudom én, valami rókának veszi, vagy valamilyen sötét állatnak. Tehát végülis lehet ezen töprengeni, de mindig pillanatképszerűen kezeljük ilyenkor. Annak volt másik részről igaza, aki azt mondta, hogy egy van. Most itt megint döntő kérdés, hogy melyikkel kezdjük. És ezek azért fontosak, mert jó, valaki nem szereti a népművészetet, már úgyis unja ezt az egészet, na de gyerek ő is volt, tehát azt nem mondhatja, hogy ez nem érdekli őt. Meg elvileg lehet még gyereke, vagy van a környezetében, tehát ez elő fog jönni az életében, nem zárhatja ki. Akkor se, hogyha, mit tudom én, urbánus a köbön, mert ilyen is van, és itt is itt van a helye, tehát ez azt jelenti, nem lehet kizárni. De gyerek akkor is, ő is volt. Tehát ezt igenis komolyan kell vennie. Na most ez pontosan ugyanaz a szerkesztési elv, az idővel és térrel való gazdálkodás, mint a népművészetben. Tehát itt nincs ilyen, hogy ettől eddig gyerekre, az ettől eddig meg népművészet. Tehát ez megy tovább egy normális társadalomban a népművészetben.
Tehát minden esetre nagyon lényeges, ha a gyereknek az elbeszélésére hagyatkozunk, akkor a középről indít. Onnan megy fölfelé, és utána onnan kerül le a földszintre. Ez nem két azonos művelet, és ez azért nagyon lényeges, mert olvasni lehet, és itt lehet érezni, hogy mekkora a különbség akközt, ha én térben értelmezem, meg ha időben értelmezem. Mert a valódi mondandója ezeknek a műveknek nem a térben rajzolódik ki, mint pillanatképben. Ott legfeljebb az azonosítást tudom elvégezni, nem krokodil, hanem macska, vagy nem az anyósom, hanem macska. Tehát, hogy milyen irányból közelítsek hozzá. De az, hogy mi a tanúság, az csak az időbeli kifejtésnél tudom észrevenni. Na most már eleve nem mindegy, hol indítom. És az egész képnek a központja ez az a macska, amelyik szép, teljes értékű és nagyon lényeges, fölfelé megy. Na most az, hogy fa van egy képen, az nagyon régi dolog. Az azt jelenti, hogy innentől kezd a fentnek és a lentnek definitíva viszonya. Tehát, ha én egy fát rajzolok, amelyre a koronája van, ott van fönt, amelyre a gyökérzete ott van lent. És ezt nem lehet innentől kezdve cserélni. Most erre mondhatják, tehát ez magától értetődő, ahhoz nem kell fát rajzolni. Bocsánat, nem olyan magától értetődő. Tehát a gyerek rajzok jelentős csoportja, erről meg nyilván Jóska bátyánk beszél bővebben. Hát bizony, az olyan, hogy minden oldala földszintet jelent, és hol van a magasság, az középütt van. Tehát bizony körbe rajzolja, nem is kell körbeülni négy gyereknek, szépen körbe forgatja, és mindenütt itt vannak a házak, és fölül van a nap. Tehát középütt van a nap, ott van fönt. Egy tökéletes világkép. Tehát a gyermek világképében egyáltalán nem kötelező, hogy itt legyen hozzám legközelebb a papíron a föld, és tőlem legtávolabb meg ott az ég. Ahhoz azt valamilyen módon jelezni kell. Na most, ha beviszek egy növényt, az abban a pillanatban már jelzi. Ha meg ez fa, akkor azt jelenti, hogy ez egy nagyon határozott, fönt-lent viszony. Na most, ha ez valóban töretlen, ez a fönt-lent viszony, akkor nyilvánvalóan közvetlenül jönnek ki az ágak, vagy folytatják az ágak a törzset. Itt is az van? Hát nem ott van. Ez azt jelenti, hogy valahol egy törés van egy fejlődésben. Na most ezt nyilván Jóska bátyánk bővebben kifejtette, hogy ha én középre rajzolok egy növényt, ez mindenképp maga a gyerek. Mindenki középütt akármit tesz, ha egy házat, akkor abban az alakban, ha akármit tesz, ha üres a közép, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon veszélyeztetett az én értékelése. Tehát ott valami nagy gond van, mert nem engedik kibontakozni. Tehát mindenképpen saját magát jelenti. Tehát azt jelenti, hogy itt messze menően nem macska problémáról van szó. Itt a saját kibontakozásomról van szó, és teljesen egészséges a világképe. Miért? Mert középről indít. Tehát ott van a teremtés, a középütt. És elindul fölfelé, azt jelenti, hogy nyilvánvalóan erkölcsi értelemben ő tökéletesedni akar. Egyébként meg minden értelem, hát nő a gyerek. Érzékeli ezt a lehetőséget, hogy nő. Na minden esetre elér egy darabig. És ott jön az első olyan probléma, ami tényleg egy bizonyos pályát végleg lezár. Nem lehet közvetlen folytatni. Ez micsoda? Ne felejtsük el, a macska az ragadozó. Az, hogy önmagamat már csak egy másik élet rovására tudom emelni. Nem tudom, érthető. Na most egy gyerek életében, ha többen vannak egy családban, akkor az első öcsikének, vagy húgicának a születésénél óhatatlanul bejön. Óhatatlanul, akármit csinál a szülő, akármilyen jól nevel, ez bejön, és ez mindig törés. Már a harmadik gyereknél a második ezt nem éli meg, de az első mindig megéli, amikor a második gyerek megszületik. Miért? Mert eddig ő volt a kedvenc, mindenki ő vele foglalkozott, és most meg hiába mutatja magát, senki nem törődik vele, vagy éppen egy ilyen futó mozdulat, és már mennek a kis ilyen nyivákoló húscsomag felé. Tehát, és természetesen megbosszulja. Tehát nem tudom, ismerik el, én az unokáimnak vettem észre, mert egyébként második gyerek vagyok, tehát nyilván átéltem ezt, de hát nem éppen ideális feltételek között. Tehát magyarul bátyám nyilván rugdosott, csak ezek elmúlnak, mert utána, hát mi nagyon jóba lettünk. Tehát, na most viszont az unokáimnál meg nagyon is láttam. Tehát oda megy hozzá és megcsípi. Belecsíp egyszerűen.
Vagy úgy tesz, mintha föl akarná emelni, de nem emeli föl, elejti. Tehát mintha egy mackóval játszana, úgy kell rászólni, hogy te nem mackó ez. Hát ő nagyon jól tudja, hogy nem mackó. De nem tudja másképp visszatorolni azt, hogy végül is ő megkisebbedett ezáltal, hogy megszületett a gyerek. A második gyerek. És ezt végeredményben nem lehet ellensúlyozni. Tehát ez azért mondom ennyire határozottan, mert aztán tényleg a lányomék mindent elkövettek, ahogy előkészítsék, tényleg nagyon szépen. Egész addig, míg meg nem született a második, minden rendben volt. Várta az első, a második gyerek. Abban a pillanatban, amikor megszületett, hoppá, itt egy... Szóval az egy, már egy más dolog. Értelmileg ő tényleg várta, tisztában volt vele, de... gyakorlatban. Tehát itt van. Na most gyönyörűen lehet látni. Felül kétszer jelenik meg a macska. Amíg a saját útját járja, kisebb ugyan, de ugyanabban az irányba fordul. És amikor szembe kerül önmagával, megkisebbedik. Miért? Mert ott dőlt el, hogy el fogja pusztítani az életet. Tehát fölül ott van a madárfészek, benne a tojással, egy neki kiszolgáltatott élet. Itt van a kis öcsikém. Tehát mit csinál? Szembefordul saját emelkedési tendenciával, ez mit jelent magyarra fordítva? Miért nem lehet egyetlen macskával megoldani odafelé? Há, ezt mindig csak szülő tette föl, vagy óvónéni, soha gyerek nem. Neki nem, mert kétség van, nem tudom érthető. De ez magyarra fordítva, ez azt jelenti, hogy ebben a helyzetben kétség. Miért? Mert egészséges a gyerek. Tehát ha egy olyan társadalma nő fel, ahol itt, mit tudom én, Hitlerjugendeket képeznek, itt meg zsidók vannak, akkor számára nincs kétség. Érthető? Miért? Mert egyből fogja a pisztolyt és leöli. Tehát számára ez nem probléma. Na jó, de ha valaki embernek született és megmarad embernek, akkor ez bizony kétség. Hogy én a másik rovására önmagamat növelhetem-e. És egészséges a gyerek, mi történik? Hát bizony elpusztítja az életet. Mi történik? Lehozza a földet, tehát földre nem lejön a macska, hanem büntetésből lehozza, értető, és befeketíti, ja, és lekicsinyíti. Tehát a gyereknek egészséges az erkölcsi érzéke, mert a legsúlyosabb büntetéssel bünteti, amivel lehet. Tehát grafikai értelemben nem lehet ennél súlyosabban büntetni. Lehozza a legmélyebb szintre, lekicsinyíti és befeketíti. Kész. Ennél súlyosabban nem lehet büntetni. Vele szemben megnöveli az áldozatot, és látjuk, már majdnem, hogy a madára nagyobb. Tehát ezen a szinten, minthogyha fölmagasztosulna a madár. Na most hozzáteszem, és ez megint nagyon lényeges dolog, de hát erről napokig lehetne mesélni, hogy tudnélik, a gyereknek olyan nincs, hogy a gyerek nem tudja, miért kapja a verést. Tehát ezt felejtsük el. Tehát erre szoktak hivatkozni, hogy nem is tudtam, hogy jó, ezt másnak mondja, ezt majd az óvónénnek, jó? Tehát mindig tudja, sőt, jobban tudja, mint én. Tehát ő azt is tudja, és ez nagyon szépen jelződik, hogy ez a madár nem volt ártatlan. A színezés, ne felejtsük el, mindig egyértelmű. Tehát ahol a fehér a domináns, az azt jelenti, hogy ott a tisztaság a meghatározó. Amikor ő elindul az útjára, ő nem tiszta, hanem nagyjából egyenletes elosztásban jön a nem bűnt jelentő, de egy sötét sáv, meg a fehér sáv. Tehát azt jelenti, hogy egy átlagos erkölcsiségnek a képviselője vagyok. Amikor lejöttem, teljesen befeketettem. Tehát a fény eltűnt belőle. Na de akit elpusztítok, az se volt tiszta. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert általában úgy állítjuk be, hogy jó szegények, hát sokat elpusztítottak be, mind ártatlan volt. Egy frászkarikát volt ártatlan. Hát nézze már meg, hogy ami előtt elvitték, miket csinált. Tehát itt csak azért mondom, mert ilyen nincs, hogy abszolút ártatlan, és akkor most szerencsétlen az csak bűnhődik, de tulajdonképpen semmi bűnt nem követette. Dehogy nem követette. És ezt nagyon pontosan érzi a gyerek, hogy az ő esetében sem arról van szó. Hát az a kis nyavajás ottan tényleg vinnyog, tényleg nem tudok tőle aludni, tényleg elveszi tőlem a szüleimet. Tehát most mindegy az, hogy azt még öntudatlanul csinálja, de akkor is csinálja. Tehát itt nem egy abszolút ártatlan áll szemben egy abszolút bűnössel, de a teljes büntetést az bizony az kapja, aki
aki erőszakot alkalmazott egy kiszolgáltatott lénnyel szemben. Mert erről van szó. És akkor hogy kerül ő át ide? Mert itt viszont, hát a mozgás irány egyértelműen elárulja, ez a legdicsőségteljesebb, legerőteljesebb, legnagyobb, legszebb változata. Hogy lehet az, hogy ekkora bűnt elkövetett? Hát erre azt mondja, ez csak MSZMP, vagy mit tudom, milyen tag lehet. Ez magyarul lemosta a saját múltját, elhatárolódott múltját. De ez nem ilyen egyszerű egyébként. Tehát ezt meg lehet csinálni politikai vonalon, de nem lehet az életben. Tehát akkor az már nem ember, tehát ott az gépezett alkatrésze. De minden esetre nagyon lényeges a kérdés. Ugyanis általában a fának, ugye központi szerepe lévén, ebben a központi elhelyezésben, a tőle számított jobb az a jó. A tőle számított bal az a bajnak az oldala. Tehát hova teszi, lehozhatta volna nyugodtan erre az oldalra is, és befeketíthette volna, de ő neki a bajnak az oldalán. Tehát a bal oldalon kellett elszenvedni a büntetést, mert ott bizonyosodott be a vétke. Na de hogy kerül át ő a jónak az oldalára? Most ez nagyon lényeges kérdés, úgyhogy még a szünet előtt talán belefér. Illetve már régen a szünetben vagyunk. Tehát lényeg az, hogy viszont tényleg nagyon lényeges a kérdés. Na most nem tudom a jelenlévőket például gyerekkorukban hogy büntették. Most erre mondják se, hogy na hát az látszik is. Hát csak azért, mert a büntetés épp úgy a javunkat szolgálja, mint a jó tétemény. Tehát ha kellő időben, kellő meggyőző erővel hat, és nem az van, hogy na fiacskám, ezt majd még megbeszéljük. Ilyen meg nincsen. Ilyen nincs, hogy na majd megbeszéljük. Tehát ha a jogos fölháborodás a szülőben kifejezésre jut, azt a gyerek azonnal érzi. És akkor pontosan tudja azonosítani, hogy én nem büntetlek téged, hanem figyelmeztetlek téged. Emlékezz vissza erre az esetre, ezt emberként nem teheted. Tehát ennek ez a jelent, nem büntetünk. És ráadásul kell, hogy érezze, hogy ez valóban jogos, tehát azonnal kihat. Ez, ha én meg azt mondom, hogy na majd erre visszatérünk, ott már én nem vagyok hitelesen dühös. Nem tudom, érthető. És a gyereknek nem lehet megmagyarázni. Tudod, Pistikém, az a helyzet, nincs az a helyzet. Az a helyzet akkor volt és ott volt. Na most okos anyuka nagyon szépen megmondja ezt, de akkor a vendégek előtt nem. Dehogy nem. Mi az, hogy nem? Ha ott volt gazficka, akkor ott kell, és azonnal. Kellő súllyal. Na most minden esetre, hát bennünket azért fiúkat ugye kellőképpen neveltek, tehát úgy, ahogy ezt kell. De azért volt olyan is, hogy na most akkor takarodj a sarokba. Tehát ez volt mondjuk egy ilyen középszintű büntetés. És hát mi öten voltunk gyerekek, mondjuk hosszú ideig négyen, de aztán már öten, már mikor ötödik is jött, már bennünket olyan nagyon nem sarokba állítottak, más megoldások is voltak, de minden esetre négyünket még úgy. Na most egyet így elzavarnak sarokba, és akkor ezzel el van intézve az ügy. Érthető? Aki éppen büntetett, mondjuk általában az, ugye az édesanyja, mert az apuka dolgozik valahol, kimegy a konyhába, elkezd dolgozni, és nem törődik. Nem tudom, követhető-e a dolog. A többi az így csinál. Így a sarokban lévő. A sarokban lévő pedig semmit nem tud arról, hogy ő hogy fog innen kikerülni. Miért? Mert ezzel letudta a szülő a büntetést. És fogalma nincs a gyereknek, szerencsétlennek, hogy ő innen hogy fog kikeveredni. A többi meg itten gúnyolja őt. Tehát ez mit jelent? A szülő egyszer nem oldja meg, hogy tud visszajönni a büntelenek közé. Pedig minden büntetés időzében ez a fő mozzanata. Hogy kerülsz vissza a büntelenek közé. Tehát nem maga az ütleg vagy a sarokba küldés, hanem az, hogy jön vissza. Ez az igazi szertartás. Na most, hogyha ez elmarad, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden büntetés életfogytiglan szól. És ezek egymásra rakódnak. Mert ugye előbb-utóbb az ember kisonfordál a sarokból, ha túl korán teszi, kiteszi magát annak, hogy a szülő ráfölmel, hogy na most vissza, mit mondtam az előbb? Tehát ezt meg nem kockáztatja, mert akkor meg még jobban. Tehát jön, mert azért mégiscsak gyerekek vagy. Tehát lényeg az, hogy bizony ezek egymásra rakódnak. És amikor ő fölnő, és már olyan ereje van,
hogy már ez összevethető a szülő erejével, akkor egyszer csak a szülő mind kapja magát, hogy a gyerek olyan mérhetetlenül szemtelen, és úgy vág vissza, hogy hát kicserélték ezt a gyereket. Hát egy fenét cserélték ki, összeadottak a büntetések, és most meg kirobban. Tehát sem, mint egy allergia. Elér egy küszöbértéket, és utána visszafordíthatatlaná válik. Na tehát a döntő kérdés az, hogy én hogy fogadom vissza a közösségbe. Na most jelenleg, ha én ezt a társadalom szintjén gyakorlom, tehát az illetőnek azt mondom, hogy mars a sarokba, ez azt jelenti, hogy lecsukják, mit tudom én, 2 évre. Vagy legyen ez 2 hónap. Hogy jön vissza a társadalomba? Tehát utána ő többnek fog számítani, mint a büntetés előtt, vagy pedig kevesebbnek. Erről van szó. Na most. És ez az emberi értékek, mondjuk így keresztény értékek szerint, hát erre van egy példázat. Hát ezt Jézus maga mondja el. Na, ez a tékozló fiú példázata. Tehát ha őszinte a bűnbánat, és valóban letöltötte a büntetését, akkor nem kevesebb, hanem több annál, mint aki egyáltalán nem is követette a vétket. Miért több? Mert ez már egy megpróbált jóság, az meg még egy megpróbálatlan. És ezt érti meg nehezen az otthon maradt testvér, mert ő csak azt látja, hogy nagyobb vagy látványosabb az a szeretet megnyilvánulás, amivel ezt a tékozló fiút kapja, pedig én meg végig jó voltam, aztán akkor mostan miért kapja ő ezt a töbletet? Hát pontosan azért, mert drágom, már ebből a nyilatkozatodból látszik, hogy te, hogyha kimennél az életbe, nem biztos, hogy visszajönnél. Miért? Mert rossz a természeted. Mert irigy vagy, és valószínűleg nem is lenne őszinte a bűnbánatod. Tehát ez azt jelenti, hogy az övé már megpróbált jóság, a tied meg még nem az. Na most, ez most megpróbált jóság, vagy nem próbált jóság? Letöltötte a büntetését, vagy nem? Hát persze, hogy letöltötte. A legsúlyosabb büntetést, amit ki lehet mérni ilyen eszközökkel, az bizony letöltötte. Tehát nyugodtan átjöhet a túloldal, és több lett, mint induláskor. Tessék megnézni. Na most ezt senki nem magyarázta el ennek a gyereknek. Ez egyébként a Somoskő újfalui iskolának volt. Már most szerintem gyereke is van, tehát már ő magyarázhatja tovább, mert ezt valamikor a 60-as években, vagy nem, a 70-es években kaptam Földi Pétertől, a kiváló festőművésztől, aki egyébként szakkörvezető is, Somoskő újfalun. Tehát pontosan tudjuk, hogy ő valóban így gondolta, ahogy én most rekonstruáltam a gondolatait. Egyetlen macska, ez is a címe hátra lapján rá van írva, a macska kalandja. És hát ez a macska természetesen saját maga a gyerek volt. Na most én azt mondom, hogy ebből, ha csak el nem rontják menet közben, ebből már ember lesz. Ha férfi, férfi, ha nő, nő, de ebből már ember lesz. Mert a legfontosabb erkölcsi értékek itt már vizsgáztak ezen a képen. Na akkor mi is vizsgázunk, tehát azt jelenti, hogy most 9 óra, mennyi van? 3:12 van, 12-kor találkozzunk, jó? Még nem hallották. Nagyon jó. Na akkor folytatjuk, és annyit csak most így előjáróba kérdeznék, hogy foglalkoztak ezzel a Szent Erzsébet kérdéssel? Tehát mondjuk van valami esélye annak, hogy ebből lesz valami? Négy férfi. Hát meg kell mondjam, hogy felidéztünk, de előre mondtam, hogy a 4 szempontot valószínűleg nem fogjuk tudni végig tárgyalni. Tehát ezt neveszteségnek érezzük, viszont azt hiszem nem volt felesleges. Tehát itt a térbeliség, időbeliség kérdését azt hiszem elég részletesen végig tudtuk beszélni. Kérném a következőt. Most még mindig nem magyar népművészet jön, de azért jó ezeken a példákon gyakorolni, mert itt teljesen pontosan tudjuk bizonyítani azt, amit állítunk. Tehát a gyermekrajznál azért, mert ismerős volt az, akinek a csoportjában volt, tehát teljesen hiteles a beszámoló róla, hogy a gyermek hogyan gondolta a dolgokat. Itt pedig egy olyan indián rajzról van szó, aki nem csak rajzban, hanem hozzáfűzött magyarázatban is ránk hagyta azt a mondandót, amit itt kifejezett. Tehát a kétféle csatornán jött közlés, az írásbeliségen, illetve a rajzon keresztül, ez összevethető, kiegészíthető. Tehát itt megint rutinszerűen szaladjunk végig, hány állat van, hány
emberalak, hát ugye itt van két emberalak baloldalt, egy ül a lovon, az három, van két állat, mondjuk úgy meglehetősen testi mi voltában, tehát egy ló meg egy bölény, és van egy harmadik állat, aki ugye pajzsra van rajzolva, ez egy ilyen nagy ragadozó madár. Tehát azt lehet mondani, hogy hát 3 plusz 2 plusz 1, vagy még 3 plusz 3, ha térben értelmezem, és ez nem rossz értelmezés, csak nem kizárólagos. Tehát azt jelenti, hogy itt nem, ne szégyel senki magát, aki ennyinek számolja, mert jó, igaza van. De ez csak térben értelmezi ilyenkor. Az ábrázás, és azért kell, mint második példát bemutatni, mert talán az előzőnél nem volt annyira nyilvánvaló, hogy itt nem kompozíciós kérdésről van szó, vagy nem egyfajta ilyen értelmezési kérdésről, ami pusztán tudományos kérdés, hanem eminensen, tehát első rendűen erkölcsi kérdésről van szó. És ez az, amit mi rendszeresen elfelejtünk. Tehát miről van szó? Ha én, a történet következő módon hangzik, tehát én ülő bölény, a Sziuk törzsfőnöke, találkoztam a varjú indiánok egy nemtelen harcosával, szó sincs kettőről, egyről van szó, aki, ez csak feltételezhető, de a szövegben nem szerepel, hogy ismerős volt, mert egészen közel tudott jönni. És közvetlen közelből rám sütötte a puskáját, kiugrott a lelkem ijedtemben, de azonnal magamhoz tértem, és az íjam fájával leütöttem. Na most ebben nyilvánvalóan egy varjú indián szerepel, ő maga szerepel, és az állat közül gyakorlatilag csak a lovon, tehát ő lovagolt a prérén. Ezt így, ahogy van, leírja. Tehát végülis az a bölény, az micsoda? Hát ez ő maga természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő lényének az igazi tömény valója, az nem a testében van, hanem a lelkében van. Na most ezt minden normális indián tudja. Honnan tudom, hogy tudja? Onnan, mert egy seregrajz maradt ránk. Ahol például először statisztikát csináltak, tehát be kellett mondaniuk a nevüket. Tehát írni nem voltak hajlandók, lehet, hogy tudtak, de nem voltak hajlandók. Lerajzolták önmagukat egy ilyen profil rajzban. Nem volt bent se szeme, se szám, sem, csak egy ilyen profil kontúr. Innen kihoztak, innen az orrból. Tehát a lélek kijött, és azon volt az ő nevük. Tehát ha valakit, nem tudom én, félszárnyú sasnak neveztek, nem valószínű, hogy így neveztek, de mondjuk így, akkor egy félszárnyú sas jött ki innen szépen egy vonallal, és ott megjelenítették. Tehát azt jelenti, hogy az ő lényük igazi valója, sűrítménye, az a lélek lelkén keresztül tud megnyilvánulni. Na most, hogyha ráijesztenek valakire, vagy ha mondjuk a mi éghajlatunkon, vagy az égövünkön, például valaki tüsszent, mit mondunk neki? Egészség, miért mondjuk? Csak. Hát nem csak, ez egy nagyon-nagyon alaposan hát fölkutatott és publikált dolog. Azért, mert ilyenkor az egyik lélekfajta távozik, és azt kívánjuk, hogy az jöjjön vissza, mert ha nem jön vissza, az belebetegszik, ha tartósan távol marad, akkor belehal. Tehát ennek a nyoma, ezt már régen kimutatták néprajzosok, tehát bizony csak kívánjuk egészségére, erre azt szokta mondani egy idióta városi polgár, hogy nem beteg, vagy nem egészség, az hanem betegség. Jó, tudom, a tudatállapotod, az kétségtelen. De ez valóban erre szolgál, mert az egészsége, ha nem tér vissza ez a lélek, ami a tüsszentése, vagy erős felindulása, vagy nagy ijegység folytán, ez ki tud ugrani. És mondom, ha nem tér vissza, akkor annyi neki. Tehát ezt kívánjuk vissza, amikor egészséget kívánjuk, aztán a többit azt már bízhatjuk őrá, hogy ezt hogy kommentálja. Tehát mindesetben nagyon lényeges az orrát, tehát nincs saját arca. Nem tudom, észrevesszük-e. Az orrából jön ki, tehát nem beszédről van szó, hanem lélek. Elvezet odáig, ahol egy ülőbölény van, tehát nem röpül a levegőbe, hanem ül. Ez a neve, sitting ball, de a ball az itt nem egyszerűen bikát jelent, hanem bölénybikát, mert leírások többi részéből tudjuk, hogy ő bölénybika volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz vezet, és ráadásul ahhoz a lábához, amelyikkel az ugrást elindítja. Tehát rögtön lehet látni, hogy kiugrott a lelkem, ez szó szerint megjelenik a képen. Na most van még egy vonal, ami a fej tetejéből indul ki, ami meg az egészet körbeveszi. Tehát pontosan jelződik az, hogy ez nem maga a cselekmény, hanem a cselekmény, ahogyan én emlékezem rá. Nem tudom, érthető-e. Tehát egy tökéletesen pontos jelölése annak, hogy itt a szubjektumnak, aki elmeséli, mi a viszonya azzal, amit elmesél. Tehát ez az, ahogyan én átéltem.
teljesen pontosan. Fölül nem látszik tisztán, de az eredeti ábrázolás ezt teljesen bekeríti. Tehát azt jelenti, hogy a teljes ábrázolás az arra vonatkozik, ahogyan én emlékezem, és ebből az emlékezetből nektek most megpróbálom elmondani. A kettősségből pedig az egyik ugye áll, ahogy rásüti a fegyverét, a másik, amit miután már leütötte, az már ott fekszik a földön. Miért nem lehetett egyel megoldani? Tehát ha pillanatkép lenne, akkor nyilvánvaló csak az egyiket lehetett volna megjeleníteni. Na most mit veszítenénk azzal, hogyha mondjuk a fekvőt elhagynám? Mert jelenleg valószínűleg úgy ábrázolnák, hogy a fekvő elmarad. Erről van szó, tehát ez azt jelenteni, hogy lehet büntetlenül bűnt elkövetni. Tehát megvan a bűn elkövetése, de nincs meg a büntetés, mert nem tudom, hogy eltalálta-e, egyáltalán túlélte, vagy mi történt. És mi van akkor, hogyha csak a fekvőt jelenítem meg? Így van. Tehát ez tűrhető az erkölcsi állapota a jelenlévőknek, mert ezt egyből el le tudták, nem mindenütt tudják ám. Tehát lényeg az, hogy lehet úgy is büntetni, hogy nem volt bűn. Nem tudom, érthető-e. Nos, mind a kettőt elkövetik ma nagyüzemileg. Tehát nagyon vigyázzunk, mert ez az erkölcsiség, ez pontosan abban fejeződik ki, hogy mind a két helyzet megjelenítődik, mégpedig a folyamatában. Tehát az, hogy jelenleg el lehet követni bűnt anélkül, hogy büntetnék, ezt én nem hiszem, hogy kell példákkal igazolnom. Tehát az, ami jelenleg mondjuk Irakban történik, ez ennek teljesen pontos megfelelője. Na de az meg, hogy lehet büntetni anélkül, hogy büntettet elkövettünk volna, hát az meg az egész bűnös nemzet koncepcióban kifejeződik, aminek semmiféle tény alapja nincsen. Tehát lehet büntetni egyéneket is, akkor azt mondjuk, hogy koncepciós per. 20. század jellemző tünete az a koncepciós per. De lehet nemzetet is büntetni, úgyhogy büntelen. Na most én ismerek egy ilyen nemzetet, nem tudom, hogy ide beszivárgott-e a híre, de legalább egy ilyen nemzet létezik. És ezt azért nem árt tudni, hogy ez egy jellegzetesen újkori jelenség. Tehát ilyen nem volt régebben. Tehát idáig el kellett fajulni az emberiségnek, hogy ez ilyen kristálytisztán megjelenjen. Persze ez egyetlen nem tiszta, csak maga a jelenség felismerhető. Erre mondom a tisztán. Egyébként ennél mocskosabb dolgot el sem lehet képzelni. Na akkor ez most érthető volt? Tehát ennek nem kompozíciós jelentősége van, még csak nem is, hogy mondjam, csak ilyen megjelenítés technikai kérdésről van szó, hanem arról van szó, hogy én erkölcsileg hogyan ítélem meg a dolgokat. Kérném a következőt. Ébresztő. Kérném a következőt. Semmi gond. Ezt dicséretnek fogom föl, hogy annyira. Szóval jó, nagyon köszönöm. Jól esett. Jó, na most a baloldali, tehát ez ugyanannak a kerek tükrösnek a két oldala. A baloldali, tehát most szembenézeti, ilyenkor azt szoktuk mondani, a rendezői bal, akkor azt jelenti, hogy a szembenézeti bal. Na most itt ketten vannak, vagy egyen vannak. Tehát itt ugye az alapkérdés megint. Lehet azt mondani, hogy kettő, de sokkal szűkebb, ezt nem tudom, észrevettük-e, mindig, ha térben értelmezem, akkor sokkal szűkebb a mondandója. Úgy is van, de sokkal szűkebb. Ha egyetlen személy két egymást követő létállapotának veszem, akkor nagyon érdekes, mert nem olyan egyszerű eldönteni, melyik az első, melyik a második. Miért? Azért, mert szembenézetű mind a kettő, tehát a szellemisége mind a két fázisban kiteljesedett. A hármas beosztás itt gyönyörűen látható, tehát van egy nyakvonal, van egy övvonal, ami azt jelenti, hogy az övvonal alá lehet menni, hogyha egy olyan öltözett darabon van, amelyik az övvonal alá megy. Azt jelenti, hogy a lelkiségem domináns módon működik, és az még a testiségem területére is le tud hatni. Ez tud nagyon jó lenni, és tud nagyon rossz lenni. Például, ha indulatos vagyok, az még a lelkiségnek a tevékenység körébe tartozik, és mondjuk az úgy befolyásolja a testi viselkedésemet, hogy túllövök a célon. Ezzel elég gyakran találkozunk, mert az ember indulatosan próbál képviselni egy eszmét, lelkesedik is érte, csak éppen nem érzi a határokat. Tehát ezzel még el is lehet rontani dolgokat, de a jót is lehet megfelelő súllyal képviselni így. Itt sajnos nem egészen tiszta, vagy ebből a szempontból nem egészen egyértelmű a dolog, ugyanis fekete
az az öltözék, ami rajtuk van. Most erre mondja, hát ilyen volt a viselet, bocsánatot kérek, ismerünk fehér felső testtel ábrázolt embereket is. Tehát ezzel nem lehet mentegetőzni, hogy ilyen volt a viselet. Hanem ebben az esetben bizony a lelkiség, hát a legjobb, amit el lehet mondani róla, hogy nem szóval energiákban szegény. No, maradjunk ebben. Nem tud igazán hatékonnyá válni. Na most kalap van a fejükön. Mit jelent a kalap? Ezzel már találkoztunk. Emlékszünk még, amikor itt a mérleg tulajdonságokat részleteztem, akkor a kalapról is szó volt, mint a mérleg a kiegyensúlyozottság egyik képjeléről. Na most a kalap az mindig azt jelenti, az a tudás, hát anyag vagy tudás mennyiség, amit én készen kapok a környezetemtől. Tehát a szellemi javaknak az az összessége, amit én nem magamból fejlesztek, hanem készen kapom a környezetemtől. Ez nagyon lényeges dolog, mert ez nem csak a magyar népművészetre jellemző, ez egyetemes, csak ennyire, hogy mondjam, következetes alkalmazását, hát ha csinálták is, én nem ismerem más népeknél. Mindenesetre itt tökéletesen működik. Na most ez azt jelenti, hogy ennek a mérete, meg az, hogy ez fekete-e, vagy pedig, ha most vissza tudnánk menni az első képig, amit nem mutattunk, mert Isten őriz. Tehát ott például ez Király Zsigának egy olyan tükrös ábrája, ahol megvan a kalap, ilyen alakú, és abban megjelenik egy nagyon szép tulipán. Tehát jól lehet látni, hogy az ő szellemisége, az túlhatol azon, amit készen kap a környezetétől. Tehát itt van alatta, körülbelül itt csak sokkal szebben. Tehát itt meg egy ilyen valami volt. Tehát egy ilyen fajta. Tehát ez volt valahol. Így. És ez is. Na most. Tehát túl tud a saját szellemisége hatolni azon, amit készen kap a környezetétől, és ennek kétféle lehetősége van, vagy benne marad. Itt nem is emlékszem, hogy ezt hogy oldotta meg, benne marad, vagy melléje kerül. Na most attól függően, hogy előre jön-e, például mint ott mind a kétféle látható, az azt jelenti, hogy saját maga vezérlésére szolgál, ha pedig ide jön melléje, akkor az azt jelenti, hogy ez általában a rozmaring ágnak olvasódik le. Akkor meg az utána következőnek szolgál mintául. Itt mind a kettőt lehet látni. Tehát nem mindegy, hogy elől jön ki, vagy hátul. Ez azt jelenti, hogy ha vékonyka módon is, de azért a saját szellemiség át tud törni azon, amit készen kap a környezetén. Ez viszont nem azt jelenti, ami benne van, hanem mit jelent? Azt jelenti, hogy nekem akármilyen keretet ad a környezetem, én abban meg tudom őrizni az eleven saját szellemiségemet. És azt tovább tudom majd adni, ha eljön az ideje. És ez nagyon nagy dolog, mert jelenleg a magyarság így őrzi a kultúráját. Tehát ne felejtsük el, amilyen környezetet ránk erőltetnek szellemileg, annak semmi köze nincs a mi saját kultúránkhoz. Tehát az az igazi nagy dolog, hogy én így is meg tudom őrizni. És meg lehet őrizni. Tehát végül is itt évszázadokon keresztül őrizzük már ezt a műveltséget, és nem úgy néz ki, hogy ez ki fog halni. Tehát erre mondja az ember, hogy hál' Istennek, mert ebben tényleg nagyon nagy szerepe van az egyenesen ugye égi adománynak, de akkor is a tény mégiscsak az, hogy őrizzük. Sőt, ma többet tudunk róla, és rendeltetésszerűbben tudjuk használni, mint mondjuk egy évszázaddal ezelőtt. Tehát nem igaz az, hogy csak lefelé vezető tendencia van, igenis van fölfelé vezető is. Tehát ezt azért nagyon komolyan kell venni, mert ha én ide hívnám Kós Károlyt, és ide mellé ültetném mondjuk Körösfő Kriss Aladát, oda meg leültetném, ugye a Gödöllő iskolának volt egy jellegadó művésze, ide leültetném Huszka Józsefet, aki meg ugye elsősorban az erdélyi, de hát általában a magyar népművészettel foglalkozott, oda meg mondjuk Lükő Gábort, együtt nem tudnának annyit elmondani, mint amit mi itt már mint kész tudásanyagot kapunk. Tehát ne felejtsük el, hogy ennyiben mi sokkal jobban állunk, mint ők. Hát Lükő Gábor, akit nálam jobban kevesen tisztelnek, élete végéig, ha egy ilyen madarat látott, ugye egy ilyen madarat, amelyiknek a mondjuk a csőréből jött ki egy ilyen, azt ő, hogy mondta, virágot tépő madár. Soha nem jutott el odáig, hogy ez egy beszélő madár.
Tehát voltak bizonyos korlátok, ameddig el tudott menni, és utána nem tudott tovább menni. Hát emlékszünk még itt a térbeli, időbeli gazdálkodásnál, egy László Gyula is csak odáig tudott elmenni, hogy nála térbeli ábrázolás volt, mondjuk az a övcsat, ami a úgynevezett Nagy Péter aranyag közül ránk maradt. Egyszerűen képtelen volt időben értelme. Tehát abban két ló volt, nem egy ló két egymást követő létállapota, nem tudta ezt a korlátot áttörni. És Körösfőkre is Aladár, és olyan volt, elment Körösfőre, fölvette ezt a nevet, annyira fontosnak tartotta, de nem tudott vele mit kezdeni, tele volt jó akarattal. Tehát amikor én először olvastam az ő írásaikat, hát akkor megdöbbent, miért nem lépsz, egy ennyit kéne előre lépni, nem lépett előre. Mert olyan volt a neveltetés, hogy nem tudta ezt a lépést megtenni. Itt most mindenki már többet tud náluk. Tehát ez azt jelenti, hogy vegyük észre, hogy mi jobban állunk, mint ők. Nem igaz, hogy visszafelé fejlődünk, vagy lefelé tartunk, nem igaz, fölfelé tartunk. Na, minden esetre, ezt most csak azért kellett, hogy bemutassam, mert a mérete is nagyon fontos. Tehát azt jelenti, hogy igaz, hogy lefedi, tehát fölülről mondjuk majdnem a teljes felületét lefedi a fejtetőnek, de nem túl nagy. Tehát vannak olyan ábrázolások, ahol nagyobb a kalap, mint maga a fej. Ott lehet tudni, te most túl sokat tanultál a környezetettől, tehát nem a saját gondolataid szabják meg azt, hogy mit teszel, hanem egy készen kapott, hát hogy mondjam, normatíva, vagy egy modell gyűjtemény. Na most van rá példánk, és ez ismert példa, tehát nem kell túlságosan nagy fantázia hozzá, hogy megértsük. Ha én nekem mindent ez a készen kapott, környezetemtől teljesen készen kapott tudás határoz meg, és én semmi tekintetben nem tudom meghaladni, vagy áttörni, akkor ha én most a szent helyre megyek, és ott valóban szeretnék találkozni a teremtővel, akkor én kalapba fogok bemenni, vagy kalap nélkül? Én igen, de ő nem. Kalappal fog bemenni. Ismerünk ilyet? Hát természetesen. Hát még az, hogy szellent, még az is megvan írva. És annak megfelelően kell viselkednie. Tehát semmit se elvenni, se hozzáadni nem lehet. És ha az észszerűtlen, akkor sem lehet. Ha korszerűtlen, akkor sem lehet. Tehát itt vigyázunk, mert ott betűre számolják ám le. Tehát pontosan tudják, melyik a középső betű, az úgynevezett Szentírásból, tehát ez náluk általában a Tóra szűk értelemben, és tágabb értelemben még a proféták oda tartoznak, tehát egy kanonizált szöveganyag. Tehát teljesen pontosan, és mindent az utolsó szögig meghatároz. Ez azt jelenti, hogy ilyen szellemiséggel természetes, hogy én kalapban fogok bemenni. Meg is követelik. Hát én is jártam zsinagógában, említettem, jártam a Szentföldön, bizony föl kell tenni a kalapot. Tehát ott egyáltalán nem engednek be, ha nem teszi föl. Na most az a helyzet, hogy ha én bemegyek egy szent helyre, nekem teljesen természetes a szellemiségemet teljesen levetkőztetem, tehát annak meg kell nyílnia. Ott semmiféle előzetes tudás nem szerepelhet. Tehát nem állhat közém meg a teremtő közé, semmiféle hát környezettől kapott akármilyen jó tudás. Az itt mind jelentőségét veszíti. Na de ez nem mindig van így, nem mindenkiknél van így. Tehát meg kell érteni, hogy vannak másfajta közelítési módok, és akinél ennyire merev az a tudás, amit neki tovább kell vinnie, mert ez parancs számára, az bizony kalapban fog bemenni a templomba. És ezt ő így is érzi hitelesnek, sőt, ha bárki bemegy a templomba, meg is követeli tőle. És hát nem tudom, tudják-e, hát mi gyerekkorunkban, hát én Szentesről indultam el, tehát ott kaptam az első ilyen figyelmeztetést, meg utána Nagykörösön nőttem föl, tehát ez alföldi városok. Na most itt olyan környezetben nőttünk föl, hogyha például valaki evett és magán hagyta a kalapját vagy a sapkáját, mert ez előfordul, például kint eszik, azt mondja, mi vagy, te zsidó vagy? Ezt olyan kedvesen, de nem úgy, hogy persze antiszemita környezetben nőtt, nem volt antiszemita a környezet, egyáltalán nem volt az. Tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen tudomásul vettük, hogy igen, van olyan népcsoport, amelyiknél viszont igen, föl nem hogy fönt hagyja, föl teszi. És az azt jelenti, hogy ő bizony szentségnek tekinti az evést is.
Hát bármilyennyire szentségnek tekintenénk. Tehát ez viszont én meg ugyanúgy viselkedem evés közben, mintha templomba mennék. Miért? Mert még él annak az emléke, hogy ez bizony, ez ételi találdozat volt. Akkor is, hogyha egymás között vagyunk, tehát családon belül vagyunk és asztalt ülünk körül. Na most a képnél maradva, tehát az egyik az hátrafelé ad a következőnek mintát, a másik pedig ugyanazt tekinti önvezérlő mintázatnak. Tökéletesen látható. Most ebből azonnal látom, melyik az első, melyik a második. Most azt persze, hogy le lehet olvasni a lábaknak az irányultságából, tehát a haladás irány az nem kétséges. És az is nagyon érdekes, hogy a másodikra nem kerülhet a sor addig, amíg az első ki nem teljesedett. Érthető? Tehát amíg szellemileg ki nem teljesedett, tudjuk, a szembenézet az mindig kiteljesedett szellemiségre utal. Ez azt jelenti, hogy már megjárta mind a két szélsőséget, itt középen találkozik a kétféle szélsőség, és akkor jelenik meg a szembenézetű arc. Tehát addig senki nem mondhatja el, hogy kiteljesedett a szellemiség, amíg mind a két végletet meg nem járta. Tehát olyan, hogy engem nem érdekel az MSZP, én csak a jobb oldalt fogom megjárni, nem vagy teljes ember. Nem tudod, hogy a másik miért mondja azt, amit mond. Tehát igenis, el kell jutni addig a végletig, nem azt mondja az ember, hogy helyeseld is, de ismerd meg. Tudjad, hogy az miért mondja azt, amit mond. És utána, ha onnan visszaérkeztél, itt középen találkozhatsz a másik véglettel, és akkor mondhatod, hogy mind a kettőt ismerve kiteljesedtél. Tehát ha én szembenézetű emberfejet látok, népművészetben ez mindig arra utal. És ez azt jelenti, hogy nem azért jön a következő, mert ez még nem teljesedett ki, hanem azért, mert két egymást követő létállapotról van szó. Az egyik, az, hogy melyik a magasabb rendű, ezt gondolom nem kell elmondani. Tehát ezek olvashatódók, hát nyilvánvalóan amelyik magasabb szinten állt. Melyik a magasabb szintű? Mert egyébként meg nagyon-nagyon hasonlít, feltűnően hasonlít minden mozdulatok. Még egy dolgot észre lehet venni, hogy bár ugyanaz majdnem teljesen a kéztartásuk, de ahhoz a viszonyuk, amit kézben tartanak, merőben különbözik. Az egyik a jobb kezével emeli, a másik a bal kezével emeli. És nem mindegy sem a formája ennek a valaminek, ami a pirosat tartalmazza, tehát ezt a sűrített energiát, tehát sem a formája, sem az, hogy hol van az emberi test hármas, hát hogy a beosztásában. Mert azt, ami az üvegben van, azt ő lehozza. Lehozza, tehát a lelkiség szintjéről fokozatosan hozza le a testiség szintjére. A másik pedig fölemeli. Mégpedig kifejezetten a szellemiség szintjére emeli föl. Na most erre szokták mondani, jó, de ezek piálnak. Nem piálnak. Tehát a magyar népművészetben soha nem szájhoz viszik a poharat. Mindig fölemelik. Tehát van úgy, hogy a saját szellemisége fölé emeli, van úgy, hogy csak idáig emeli, de mindig föléje a szájnak. Tehát nem piál. Ez azt jelenti tehát, hogy áldomásról van szó, ez az áldomás, ezt mai napig is, mikor már teljesen elvilágiasodtunk, még akkor is fölemeljük a poharat, és mondjuk, hogy Isten, Isten. Tehát ez annyira magától értetődő, hogy én utána ebből mondjuk egy tűzbe löttyintek-e, az már azt jelenti, hogy az áldozatot tovább folytatom hagyományos módon. Vagy magamba viszont, de itt nem az ivás a lényeg ennek, a magamévá tevés a lényeg. Tehát itt nem a piáláson van a hangsúly. De és minden, még egy, hogy amikor én ezt a formát látom, ez már átvezet. Egyébként mi most tulajdonképpen mind a négy hát szempontot érvényesítjük, csak menet közben. Tehát úgy teszünk, mintha még az első szempontnál lennénk, mert például az indián rajzban azonnal kipipálhatjuk a negyedik szempontunkat, hát olyat is ábrázolt, ami nem látható. Igaz? Hát azt a lelket, ami kiugrott belőle, meg visszajött, azt nem látjuk. Hát kivételes képességektől eltekintve ezt egyáltalán nem látjuk, mégis az a meghatározó. Tehát igenis az ábrázolhatóság nem azonos a láthatósággal. A népművészet kifejezetten a nem látható világnak a megidézését tartja elsőbbrendűnek, és csak utána jön az, hogy mibe öltöztetem be a látható világ tárgyai vagy élőlények közül, hogy azért a közelítés meglegyen a hétköznapi életből a magasabb rendű mondani való felé. Tehát adva van nekünk egy olyan figuránk, mondjuk ezt nagyon gyorsan rajzoljuk föl, egy kicsit most nagyon
ronda lesz, na mindegy. Tehát lényeg az, hogy elindul innen, idáig lejön, mindegy, hogy most milyen lesz, ez lesz mondjuk a, legyen ilyen, és akkor a kezében van egy ilyen valami. Na most, azt, hogy a másik kezében most mit csinálza, most ne foglalkozunk. Tehát lényeg az, ennek a valaminek van egy ilyen változata is, amikor ezt így jelenítik meg. És akkor itt van egy ilyen érdekes forma, és itt van egy ilyen érdekes forma. Akkor az micsoda? Pisztoly, természetesen. Ennyi a különbség, tehát mindössze ennyi. Na most, ha azt én ide lehozom, akkor itt teljesen nyilvánvaló, hogy egy lövésről lesz majd szó. Na most az a kérdés, hogy ez életet elvevő lövés, vagy életadó lövés? Nem tudom, érthető-e? Mindig adó, mindig, kivétel nélkül. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi népművészetünk, ezt nem is szokták mindig oda tenni, egyszer itt a keze van, és kész. Na most ennyi, tehát a célra irányultság. Na most még egy nagyon érdekes eset van, amikor mondjuk ebbe az irányba mennek, tehát ugyanez a figura, csak most ebbe az irányba megy, legyen ez egy szép, derék figura, és akkor ugye erre fog majd sétálni, és akkor mondjuk akár még bot is lehet a kezébe, mindesetre itt van egy ilyen valami. Érthető? Tehát ide mondjuk rajzolnak egy ilyen formát, és ide pedig mondjuk egy ilyet. Itt pedig folytatják ezzel a formával. És esetleg utána még ide tesznek egy ilyet. És akkor mindenki el van ájulva, hogy hú, milyen sok mű született mondjuk 69-ben. Hogy pontosan lehet látni, hogy ez a hatos, ez ugyanannak a szervnek a vigyázállását jeleníti, mint ez a pihenyt. Hát, hogy most ez milyen szerv, azt mondjuk ki lehet találni. Tehát ezt csak azért mondom, mert tele van ilyen jelzéssel a népművészetünk, és tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy egy energiát én most lehozok test szintjére, az így fog működni. Tehát onnan már csak az a kérdés, hogy kit fogok célba venni velem, meg hogy nem fog egy csütörtököt mondani. Tehát ezt azért jó tudni, mert itt ezek nem végetlen, nem statikus formák, hanem élő formák. Elég egy ekkora kibillentés, és abban a pillanatban az már nem önmagát mutatja, hanem egy célra irányul, és ott már csak egy szűkebb értelemben használható. Ott már azt kell eldönteni, hogy én vele milyen értelemben akarok lőni. Milyen értelemben? Tehát úgy, hogy elveszek életet, vagy úgy, hogy adok életet. Na most a magyar népművészet, ahogy nem piáltatja a szereplőit, úgy nem gyilkoltatja a szereplőit. Tehát ahányszor megjelenik vadász, és előtte szarvas, sohasem a szarvasra lő. Mindig az agancspárja közé lő. Tehát ott egy másik, egy mögöttes minőséget céloz meg. Rögtön lehet látni, ahol teljesen elvétve mégiscsak előjön, ott rögtön lehet tudni, hogy vagy nem magyar volt a szerző, mert voltak ilyenek. Tehát Nyugat-Dunántúlon már volt ilyen. Hogy még az általában alá is írja. És akkor Szájsz Jakabnak, vagy mit tudom én, kinek írja. Tehát ott rögtön lehet vizsgáztatni. Vagy szuvenírt csinál. És akkor akinek csinálja, az azt mondja, hát hogy én nem oda lövök, hát akkor soha nem tudnám elejteni. Ja, bocs, hát akkor ide fog lőni. De ez már a teljes elfolyás, tehát pont ezen lehet vizsgáztatni. Soha nem a szarvast lövik. És az, hogy mondjuk egy testvérpár elindul, és nem tud elejteni egy szarvast, meg lehet kérdezni, miért akarta? De persze, hát nyilvánvaló, hogy elvezette őket valahova. Hát nem vagyok bolond, hogy lelőjem azt, aki a lelki vezetőm. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt erről van szó. Hát persze, hogy nem fogja lelőni. Na minden esetre, nem tudom, hogy eddigiekben ez követhető volt, de én remélem, hogy igen. Tehát mindenképpen a magasabb lét az, amikor jobb kezemet használom, és fölemelem ezt az energiát. De ez csak második fázis lehet. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én ugyan ide születtem a földre, de már elnézést, de tojok arra, hogy én földi lény vagyok, egyből elkezdek levitálni. Jó van, bátyám, csináljad. Tudod, mikor fogsz a legjobban pofára esni? Mikor azt hiszed, hogy a legmagasabban vagy.
itt szépen eljön egy kislány, és így megbillenti a farát, és akkor át fog zuhanni, hogy nézheted magad. Tehát ilyen nincs. Földre születtünk, tessék tudomásul venni, hogy minden, ami földhöz köt, az is ugyanolyan ajándék, mint minden, ami fölfelé visz. Tehát tessék szépen rendeltetése szerint, persze, hogy nem mindenkinek egyforma mértékben, de igenis, ez is ajándék. És ha ezt nem tudod első lépésben használni, nem fogsz tudni soha emelkedni. Nem lesz hiteles az emelkedésed. Elmondod majd, hogy milyen szépen levitáltam, rád nézek, és látom, egy szavad se igaz. Nem igaz. Megjátszod az agyadat. Tehát hányan vannak most, ő elvégzett két tanfolyamot, ráment ugyan 20 ezer forintja alkalmanként, de legalább volt egy élménye, hogy levitál. Na hát, azt fújhatod, azt a levitálást. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ennek van sorrendje. Nem véletlen születtünk mi földre. Kaptunk képességeket, kaptunk, és ezekhez hozzátartozik az érzéki tapasztalásnak a használata is. Ha mederbe tudjuk tartani, semmiféle bűn nincs a használatában. Na ennyit akkor erről, és akkor itt most nem tudom, hogy érzékelhető volt-e, mert csak kinagyolni tudjuk most a témákat. Hogy ha én ezt nem időben értelmezem, megjelenik ez a tanulság? Soha nem fog megjelenni. Tehát a térbeliségben egy adott pillanatban látok két dombérozó betyárt. Kész. Mi a tanulság? Vagy az, hogy én is dombérozzak, vagy az, hogy soha ne dombérozzak. Dombérozás az egy kifejezés volt a dorbézolásra valaha. Na, akkor menjünk tovább, mert ez az első, de azt vettük észre, ugye, hogy már túl vagyunk. Már nem a egy órán, mert ahhoz még van 5 percünk. De csak azon, hogy nem csak az első szemponttal foglalkoztunk a harmadik, nem is a negyedik szemponttal is, és most egy olyan Székely Bokály együttest mutatnék be, amelyik pontosan elmondja, hogy ahogy nekünk tanítják jelenleg a népművészetünket, az milyen értelemben nem jó. Tehát ezt például jelenleg úgy tanítják, hogy a habán kerámiából folklorizálódott. Na most a habán kerámia az miután külföldről bejött újrakeresztelő csoportnak, tehát ez egy nagyegyház szempontjából eretneknek számító vallási vonulat volt, ez az úgynevezett újrakeresztelő szekta, ezek voltak a habánok. Na most ezek Észak-Itáliából indultak, ott miután az ellenreformáció megerősödött, hát egyszerűen kiebrudalták őket. Onnan mentek, Habsburg Birodalom területén nem tudtak akárhová menni, csak Csehországba, ami időlegesen, ugye 1600-as évek eleje volt az, amikor a Habsburgok végül is leverték az önállósulási mozgalmukat, addig ott tudtak, elsősorban Morvaországban. És utána hova tudtak menni? Hát ahol még volt vallási tolerancia. Tehát egy darabig a királyi Magyarország területén, tehát a felvidéken, majd oda is az intolerancia behatolt, és utána hova tudtak menni? Csak Erdélybe. Hát, hogy ott mondták ki először a vallásszabadságot az egész világon. Tehát azt jelenti, hogy ezt tordán mondták ki, ezt gondolom tudjuk. Tehát ezt azért nagyon kell tudni, és mindesetet nem tudtak máshova menni. Na most ezek a szerencsétlenek mit tudtak? Hát nyilvánvalóan tudták, hogy ha el akarja adni az áruját, akkor csak olyat jeleníthet meg, hát amit elfogad a közösség. Most látnak ilyen mintákat, és ekkor megjelennek azok, már habánokat nem hoztam el, az is megvan egyébként, olyat, hogy középütt, tehát van egy fa, mert ő ebből mit lát? Van egy lombos fa. És valamilyen oknál fogva ezek a bamba helybeliek, ezek ragaszkodnak hozzá, hogy a fa koronája középütt sárga legyen. Pedig, hát én kellemes habán úr, én körbenéztem, és nincs is itt ilyen fa. Tehát micsoda fa az, ami csak a közepén kezd el, hát ugye sárgulni a levele őszönként. Tehát ilyen fa nincsen, de ezek valamilyen oknál fogva nem veszik meg a korsom, ha nem ilyennek csinálom. Nem tudom, érthető, hát abból él, hogy el tudja adni a korsóját. És megjelennek azok az idétlen hibrid formák, ahol ő természetesen ő semmi más nem tud, csak pillanatképet csinálni. És a pillanatképben megjelennek ezek a sárga közepű fák, amiknek ott semmi jelentésük nincsen. És nem vesz észre, hogy de hát itt nem erről van szó. Hát itt arról van szó, hogy van egy világtengely, és annak különböző pontján jön balról a nap, áthalad ezen a tengelyen, és utána a túloldalán folytatódik. Na most ez a legősibb déli
tehát a délpontot, a déli horizont irányából vizsgáló műszernek a képe. Tehát én északról dél felé nézek, és délben vizsgálom a nap helyzetét. Mit csinál? Érkezik keletről, elérkezik ide, és utána, a dél után ugyanebben a magasságban folytatja az útját. Na most ez nyári napfordulókor a legmagasabban történik, téli napfordulókor a legalacsonyabban történik, és hát van középső, tehát ezt szokták három emeletesre is csinálni, de elég a két végletet is. Tehát így tudom az évszakoknak teljesen pontosan megmondani, hol tartok, mert ezt bejelölöm. Szokták kerékkel bejelölni, szokták egyszer rovátkával bejelölni, de a legősibb módon. Tehát ez tényleg, ameddig egyáltalán megmaradnak ilyen oszlopok, mert ugye ezek általában fa, hát hogy mondjam, ilyen oszlopocskák vagy rudak, tehát ezek nagyon hamar elporlanak, és teljesen egyetemes, tehát Litvániából gyönyörű emlékek maradtak, mert ott meg is őrizték ezeket. Tehát pontosan lehet látni, és miért adja ezt az alsó háromszöget? Hát mert azt meg a Föld takarja ki. Tehát ez azért a negyedik horizont irányba egyszerűen nem tud, az az északi oldal, onnan vizsgálódok én. Tehát tudjuk, a mérsékelt égövön csak háromnegyed horizont mentén látom a napot. A negyedik az mindig sötét. Tehát ez azt jelenti, hogy tökéletes képe annak, ahogyan én a fényhez tudok viszonyulni. Na most miért kell ezt egy kancsóra, vagy egy ilyen korsóra föltenni? Azért, mert azt én leállítom, én láttam ilyet, nem Erdélyben láttam, török hát ország területén belül, és ott például beteszik egy olyan, hát minek nevezzem én ezt, szekrénybe, ahol már eleve a szekrény ajtóknak úgy van kialakítva a profiljuk, hogy oda be tud sütni a nap. Tehát ezt naponta tudja ellenőrizni. Tehát ez nem arról van szó, hogy itt most díszítget, még csak arról sem, hogy emlékszem rá, hogy ez valahogy így szerepelt, amikor még a rút kim volt az udvaron, hanem ezt lehet működtetni. Na most ezt úgy nehéz működtetni, ahogy a legújabb időkben tartják, hogy egy fogasra fölteszik, és akkor így ferdén van, mert úgy nem tud működni. De ha én rendeltetése szerint teszem föl, naponta ellenőrizhetem. Tehát minden esetre ezek valóban folyamatábrák. Az egész évi fénymozgásnak az összesített folyamatábrái, de ha én ezt pillanatképnek nézem, akkor egy idétlen elrajzolt fához fogok jutni, és ahhoz a meggyőződéshez, hogy ezek a székelyek idióták, mert azt se tudják, hogy kell megrajzolni egy fát. Ki látott már ilyen fát? És a néprajz úgynevezett tudomány pedig melyiket veszi alapul? Hát ezt az utóbbi nézetet. És itt vannak a nagy bajok. Na, akkor nézzük tovább. Na, még egy perc belefér? Most átállítottuk az órát, most hát, ha egy kicsit kell. Na most tudnék, ezeket azért meg kell nézni legalább egy példát arra, hogy mikor zökkent ki ebből az egységes téridő szemléletből az európai festészet. Mert az, hogy a fő vonulatában, tehát amit mi magas művészetnek veszünk, abban kizökkent, ez ténykérdés. És akkor adva van egy olyan, ez egy pravoszláv ikon, ahol jól lehet látni, hogy a határon van. Tehát a környezetet úgy jeleníti meg, hogy már árnyékolás van. Ha én elkezdem az árnyékolást, azzal megállítottam az időt. Miért? Hát mert a következő pillanatban már máshova esik az árnyék. Nem tudom, érthető. Tehát abban a pillanatban, hogy az árnyékolást elkezdem, vége van az egységes téridőrendszernek. Onnan már csak a térről ad hírt a kép. Ezért van az, hogy a népművészet egyáltalán nem árnyékol. Ahol annak veszik a tudósok, ott nem veszik észre, hogy nem arról van szó. Ott egy vonalnak a megerősítéséről van szó. Azt lehet szőrözéssel vagy körpontozással. Tehát ott szó sincs semmiféle árnyékolásról. Na most, tehát a környezetem térbeliséget sugall. Maga a művelet viszont nem értelmezhető másképp, csak időben. Miért? Hát azért, mert az első pillanatban még a nyakán van a feje, a következő pillanatban már a tálban van a feje. De ezt nem lehet térben értelmezni. Tehát jól látható, éppen arról tudom, hogy időben kell értelmeznem, mert feltűnően hasonlít egymásra a két fej. Tehát nem arról van szó, hogy az előző kedves vendégünk meg, hát itt van a feje, most már nem érdekes meg. Tehát ezt csak azért mondom, mert ezek ugyanúgy működik itt is. Tehát egy bizonyos fokú hasonlóság elengedhetetlen ahhoz, hogy én ugyanannak értelmezhessem. És akkor viszont már nincs mese, ott már időben vagyok. Tehát itt lehet látni, hogy egy eldöntetlen kérdés van.
A kérem szépen a következőt, szinte ugyanak 1400-as évekből származik, egyébként orosz ikon. És akkor szinte évre azonos. Egy tulajdonképpen egy nagyon középszerű itáliai reneszánsz festő, 1400-as évek dereka, és ez az a pillanat, ahol el kell dönteni. Tehát nem lehet egyszerre két időpont képét idevetni. Miért? Mert eldőlt a kérdés, csak térbeliségben gondolkozunk. Tehát a térbeliséget majdnem azt mondom, hogy iskola példaszerűen érezteti, lehet tudni, hogy na most frissen élvezem még a reneszánsz centrál perspektívát, én megoldom, hogy a mélységet megjelentse. Megoldottad, na most mi van gond, kedvesem? Most, és akkor választani kellett a két időpont közül, vagy még a nyakán van a feje, hozzáteszem, ezt szokták gyakrabban választani, vagy már len van, és akkor egy horrort idéztem elő. És ő most a másodiknál, de nem lehet a kettőt együtt. Tehát az időt nullázni kell, nincs mese. És ebben a pillanatban már topzódik ugye a pillanatképszerűség, tehát az, hogy én látványban hogyan élném át, ha én itt benne lennék, és onnantól kezdve az egésznek már az adja meg a hitelét, hogy ehhez a feltételezett látványhoz képest ő most elég pontosan jelenítette meg, vagy nem. És ha elég pontosan, akkor ez egy jó festmény, jó festőtől. Ha nem eléggé hitelesen, akkor viszont ez egy gyenge festmény, egy gyenge festőtől. Nincs más szempont. Na most ezt nagyon meg kell jegyezni, és ezzel én befejezem, de még egy kérdést azért föl kell vetni. Tulajdonképpen mi az abszolút nyereségét azt látjuk. Tehát itt az egyszeri, egyedi látványt, azt nagyon pontosan, ez a legpontosabb, tehát ennél még sokkal tovább lehet pontosítani, de elvileg határtalanul lehet pontosítani. És mindaz, ami ki tud ülni a felszínre, és egy pillanatban megfogható, az nagy mélységekig megjeleníthető. Tehát azt jelenti, hogy például, ha arcra kiülhet mondjuk egy rémület, vagy egy szorongás, vagy bármi, az korlátlanul hitelesen meg tudom jeleníteni. Na igen ám, de a mi korunknak pontosan az a fő problémája, hogy a felszín elvált a mélytől. Tehát egyre kevesebb dolog ül ki hitelesen a felszínre. Mert a felszín az a hírek világa. A mély az meg a tények világa. És még soha ennyire távol nem esett egymástól a tény meg a hír, mint napjainkban. Tehát egész egyszerűen nem lehet ezt a megoldást folytatni, mert abszolút hiteltelenné válik. Minden esetre már az is jellemző, hogy miért erőltették ezt a reneszánszban. Miért erőltették? Mert érdekük volt, hogy ők a felszínről kapjanak és adjanak tovább minél hitelesebb leírást, ők meg majd a mélyben csinálják a saját özleteiket. Na most ezt jelenleg hogy éljük át? Úgyhogy hírekben, dübörög a gazdaságunk, minden előrefelé megy, tehát ez a hírek világa. És a tényeket, azt meg ki tapasztalja. Tehát még egymástól ennyire távol a hírek világa és a tények világa nem volt a történelemben. És ne felejtsük el, azóta, mióta ez a folyamat elindult, ugyanazok vannak fölül és ugyanazok alul. Tehát ez a társaság végig, akik a reneszánszt elindították, ezek bankárcsemeték voltak. Elejétől végig. Tehát már Giotto bankároknak csinálta a házi kápolnájukat, egyiket a másik után. Pontosan tudjuk. Peruzziaknak, Bardiaknak, és a végén miután a Medici bankház mindegyiket tönkretette, onnantól kezdve a Mediciek diktáltak. Először csak világi vonalon, majd utána beültették a fiókájukat a pápai székbe, és onnan már a egyházi vonalról is. Csak a 15. században, csak a 16. században, tehát 1500-as években három Medici pápa volt. Az egyik éppen Bakócz Tamással szemben. Na most el tudjuk képzelni, hogy ő beül a pápai székbe, és ő innentől kezdve nem kereskedői szemléletet, vagy nem bankár szemléletet visz tovább. Hát elképzelni lehet, de a tények más mutatnak. Tehát az első dolga volt Giovanni di Medicinek, ahogy beült a pápai székbe, hogy mit adott ki? Púcsúcédulákat. Vitte át az Alpokon, és gyűjtötte be a pénzt a Medici bankházba. Na ennyit erről. Tehát, hogy mitől robbant ki a reformáció, persze, hogy el lehet mondani, hogy csúnya Luther, csúnya Latornak, és sok minden egyebet, a tény mégiscsak az, hogy bizony pénzért adták az üdvösséget. És ha valaki ezt nagyon sokáig tűri, akkor az kollaboránssá válik.
Na ennyit erről, és csak azért, mert ezt a részét meg nem szokták tanítani az egyháztörténetnek. Hát tessék megtanulni. Tessék megtanulni. Nem véletlenül, hát hogy mondjam, fordult egy nagyot az egyház hát története, mert bizony nagyon nagy szükség volt rá. De itt a fő probléma nem is ez, művészi szempontból, hanem micsoda, az, hogy mi lesz a glóriával. Hát igen, bizony. Mert ha én mindent a maga tárgyszerűségében jelenítek meg, és ez innentől követelmény, miért? Azért, mert a bankkártyacsemete egyértelműséget követel. Nekem ne beszéljenek át a hátam mögött, különösen nem olyan képnyelven, amihoz én tök hülye vagyok. Nem tudom ellenőrizni. Tehát minden naturalisztikus, tehát látványon alapuló művészet erőltetése mindig abból indul ki, hogy kérem, ne beszéljenek rébuszokban. Tudjam ellenőrizni. Érthető? Tehát az egész szocialista realizmusnak semmi köze nem volt ahhoz, hogy ez valóban úgy jelenítse meg a dolgokat, ahogy látjuk, hanem ellenőrizni tudjam. Tehát nekem olyat ne vigyenek bele, ami képnyelven szól, tehát lehet, hogy ellenem szól, mármint a hatalom ellen. Legyen minden olyan, ami ennek azt én a hétköznapokban látnám. Azt én majd elbírálom, hogy az elfogadható számomra, vagy nem. De legyen szempontom hozzám, miután nekem a hatalom képviselnek egyetlen szempontom van, hasonlít vagy nem. Teljesen mindegy, ha tyúkot ábrának tyúkra, ha tudom én Lenin elvtársat, akkor Lenin elvtársra, ha a kremt a kremt, ha tudom a cipőmet a cipőmet, de hasonlítson. És semmilyen más szempont nincs. Ilyen nincs, hogy a cipő azt jelenti, hogy nem jelent semmit, cipőt jelent. Tessék úgy megjeleníteni. Tehát ez a szemlélet tipikus bankár szemlélet. És hat a világban. Na most, ha azt akarom elérni, hogy művészet egyáltalán ne hasson, nem tudom érthető, akkor viszont bevezetem az absztrakt művészetet. Tehát onnantól kezdve nincs vele több gond. Utána mondhat, amit akar. Teljesen értem. Nincs értem már ellenőrizni se. Na most, ami nagyon nagy kérdés. A gyerek meglátja ezt a képet, az első kérdése. Amikor leesett a feje, akkor csörömpölt? Mert ugyanolyan szép cizellált fém formára van megfestve, mint az a tál, amiben hát ott van a várja készen a fejet. És aztán jön a következő kérdés, ezek nem provokatív kérdések, teljesen normális kérdések. Hogy nem esett le menet közben? Hát ha fej leesett, akkor ez most ragasztva van hozzá, vagy kötve van hozzá? Teljesen jogos kérdések. Innentől kezdve ezeket a kérdéseket nem ildomos föltenni. Érthető? Na most, ha én úgy állhatok szemben egy műveltséggel, hogy bizonyos dolgokat nem szabad föltennem. Miért? Mert akkor én bunkó vagyok. És akkor jó, ha én mondhatom erre, hogy na és akkor mi van, bunkó vagy? Na és? Na jó, de abban a pillanatban már nem kapok állást, ha volt, kirúgnak belőle, nem engednek be bizonyos helyekre, és itt tehát magyarul a társadalom épp, hogy ki nem végez, vagy esetleg ki is végez. Érthető? Tehát ezt nem lehet csak úgy kockáztatni. Tehát innentől kezdve hozzá kell szoknom, hogy bizonyos kérdéseket nem teszek föl. Na most ez első pillanatra úgy látszik, hát ennek nincs a nagy jelentőség, nem kell ezzel hosszan foglalkozni. Tényleg nem kell. Adva van mondjuk egy gépezet, ahova itt bekerülnek szavazatok. Itt kikerülnek belőle, és én nem tudom a gépben, mi történik. Érthető? Felszabad tenni ilyen kérdést, hogy biztos, hogy nem manipulálták a gépben ezt a folyamatot? Na most nem illik föltenni, érthető? Tehát az első olyan cikk, amelyik nyilvánosan föltette ezt a kérdést, ez itt van most nálam, az nem a magyar választásokkal kapcsolatot tette föl, hanem az amerikaival. És ez megjelent. És hol jelent meg ráadásul? A Metro újságban. Tehát ezt Budapesten, mit mondjak, 10 000-es nagyságrendben olvasták. És mi van benne? Leírja pontosan, hogy a számítógépben hogy lehet manipulálni. Egyedül Florida államban 18 000 szavazatot tüntettek el. Érthető? Most mit tetszik gondolni, ez ugye csak Florida államra korlátozódott. Tehát ezeket most már azért figyelembe kell venni, már olyan mértékben gátlástalanok, hogy már elmondják. Elmondják, ez a naésnak az időszaka, hát erről beszéltünk már. De nekem senki nem mondja, hogy ez a magyar választás, ez tiszta volt.
Tehát azért most már talán ennyire már ne legyünk magyarkodók, hogy azt hiszük, hogy csak nálunk tiszta a számítógépes, hát hogy mondjam, értékelés. Ahol számítógéppel értékeltek eddig, egyetlen egy választás eredménye sem hiteles. Ha Ukrajnában, Ukrajnában nem, ha Romániában, Romániában nem, ha Szerbiában, Szerbiában nem, ha az Egyesült Államokban, az Egyesült Államokban nem. Néha megjátszák, hogy ők lelepleznek csalásokat. Mindig tudni kell, hogy nem az volt az igazi csalás. Azt mondja, lelepleztem, hogy 3 szavazatot az asztal alá leszort, nem tudtuk megszámolni. Tényleg óriási, 3-3-nak a nagyságrendjében. Miközben látom a számítógép, hogy így mennek az eredmények. Hát spontánon mikor mennek így eredmények? Tehát teljesen egyértelmű program volt. Azt hozza ki, amit eleve beleprogramoznak, kész. És ez még ráadásul egyszerűbb program, mint amivel a gyerekek otthon játszanak. Érthető, tehát még csak nem is bonyolult programról van szó. Na ennyit erről, és ez nagyon fontos, hogy most már hogy hazavigyük, mint tanúságot, hogy innentől kezdve egyetlen igazán veszélybe került minőség van. És az micsoda? Az a dicsfény. Nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát az a szellemi kisugárzás, aminek megjelenítője volt a dicsfény, egész egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ha én most szórakoztató műsort akartam volna csinálni, akkor gyorsan fölvetítettem volna késő középkorból olyan képeket, de sorozatban, szép művészeti múzeumban elmennek, lehet ilyeneket látni, ahol sok szent jelenik meg egyszerre. Most az első sorban megjelennek a glóriák, és a második sorból kitakarják a fejeket. Nem tudom, érthető-e. Tehát a második sorban már csak annyi látszik a fejekből, ami kikukucskál két glória közül. Érthető? És ha sok szent van, vannak olyan jelenettípusok, ahol kétségtelen több szentet kell megjeleníteni. Nem tudja megoldani. Na most milyen dicsfény az, milyen szellemi kisugárzás, ami egy másikat tönkretesz? Nem tudom, érthető-e. Szóval itt egy nagyon komoly veszélyről van szó. Ugyanakkor jelennek meg sorba, és most ugyanez a közeg, ugye Itália, tehát jelennek meg olyan ábrázolások, amelyek az utolsó vacsorát jelenítik meg. Na most az utolsó vacsorát nagyon nehéz úgy megjeleníteni, tehát ez egy egészen kivételes eset, amikor én egyetlen asztal köré úgy tudom rendezni őket, hogy mindegyik a túlsó oldalára jut. Ez 13 személy akárhogy veszik, 12 plusz Jézus. És ráadásul a klasszikus ábrázolásmód az, hogy Iskáriótes Júdásnak az innenső oldalon kell lennie. Miért? Mert egyszerre nyúl a tálba, tehát ez általában így oldja. Na most, aki az oldalán van, oldalnézetben milyen egy glória? Ha Iskáriótes Júdás háttal van, akkor nem látom a fejét. Látok egy glóriát, ami még nem is biztos, hogy megilleti. Tehát, hogy érthető legyen, ez nem olyan egyszerű kérdésem, hogy én bevezetem a csakis térben való ábrázolást, mert annak következménye vagyok. Pontosan az tűnik el, ami az egészben a legfontosabb. Tehát ez a szellemi kisugárzás. És óriási időtáv után, hát tulajdonképpen először Rembrandt tudja megoldani a kérdést. De hol vagyunk már? Akkor 1600-as évek derekán. Tehát amikor egyszerűen tudomásul vesz, hogy ez a fény belülről jön. Tehát akiben van, abból belülről sugárzik. És ezt nem kell feltétlenül fényjelenségként megjeleníteni, lehet, hogy magából az arcból sugárzik. De hát ez egy hosszú-hosszú fejlődés, és egyáltalán nincs vége ott, mert utána megint megjelennek a glóriák, ilyen szép kis drótkarikaként, és hát az már nem takar el arcot, de belemászik a következő arcába. És akkor jön az anyja, ja, előttem van egy szent. Tehát ezek jó ízű nevetés, ez a maximum, amit kivált az ember, ezt egy pillanatig nem lehet komolyan venni. És ezért van az, hogy mondjuk én még olyan embert nem láttam, aki egy Raphael Madonna előtt térdre hullott volna és imádkozott volna. Tehát egyszerűen nem lehet. Vissza, szó szerint visszalők, azt mondja, gyönyörködhetsz bennem, mint festményben, az szabad. Tehát az esztétikum szűrője közénk, én közém, mint hívő, és ő közém, mint festmény közé, oda betolakszik. Tehát nagyon tudom becsülni, mint festményt, de nem tudom, mint élő minőséget, hát hogy meg komolyan venni. És ezért van az, hogy gyakorlatilag a reneszánsz óta néhány egészen kivételes esettől eltekintve nem született szent kép. Hiába írja alá, hogy Szent András, az nem Szent András, az egy festmény Szent Andrásról. Nem tudom, érthető a különbség.
Na hát ennyit erről, és ne fejezzük be, hát azért annyit hadd mondjak el, hogy viszont Csontvárit nem véletlenül vettük a végére, tehát Csontvárinál jelenik meg először újra a 20. században, vagy 19. század második felében az a képtípus, ami direkt módon hat. Tehát nem az esztétikum szűrőjén keresztül, sőt eleve lebeszél róla, hogy ezt a szűrőt közbe tegyük. Tehát ezért van az, éppen most olvastam ide vonatkozó dokumentumokat, hogy volt egy olyan pillanat, amikor majdnem sikerült ezen a térbeli hát, megjelenítési módon belül visszahozni a szentséget. És ez nem Csontvárinál volt, hanem egy méltó elődjénél, hogy hívták őt? Munkácsi Mihálynál. És teljesen döbbenetes, tudjuk a Munkácsi a Krisztus Pilátus előtt című képét egy áruház tulajdonos vette meg, egy Wanamaker. Na most ő neki egy hatalmas áruháza volt New Yorkban, már most régen a utódoké, ő egyébként philadelphiai volt. És leírja érdekes módon, hogy hogy találkozott először ezzel a képpel. Tehát a szállodája, bocsánat, maga, illetve a áruháza is Philadelphiában van, csak New Yorkban találkozott először a képpel. És leírja, azt mondja, hogy ott volt egy ilyen enyhén megvilágított, ma úgy mondanánk hangulatvilágítása, megvilágított hatalmas helyiség, és benne, azt mondja, egy olyan, nem is emlékszem, tehát 150-200 ember, ezek térdeltek, imádkoztak és sírtak. És azt mondja, ő nézegetett, hogy mi zajlik itt egyáltalán. És utána azt mondta, hogy hát ő nem tud erre ráhangolódni, inkább hazamegy, majd holnap eljön, akkor már valószínűleg egy ilyen hát festménynézegetés lesz. Másnap elment, ugyanezt tapasztalta. Harmadnap ugyanezt tapasztalta, és akkor elkezdett gondolkozni. Hazament és elővett reprodukciókat, hogy most mi az, ami ebben más, mint a többiben. És akkor elkezdte nézni az akkoriban ismert ilyen hát Krisztus ábrázolásokat, és ott döbbent meg, írja ő, azt mondja, hogy itt egy teljesen más Krisztus jelenik meg. Tehát ő jelen van. Tehát Krisztus Pilátus előttben Krisztus tényleg jelen van. És az összes többiben pedig kapunk egy ilyen enyhén cukrozott képet, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy másik dimenzióban működik. Az is működik, csak egy teljesen más dimenzióban. Nem tudunk ráhangolódni, nem tudunk azonosulni vele. Na most a Munkácsi képekben pontosan ez volt a döbbenetes, hogy én ahányszor látom, most megint egy pár napja voltam Debrecenben, egyszerűen nem tudja az ember azt a hatást kikerülni. Tehát már régen tudja az ember, hogy ugyanazt a napút keretet használja, mint Csontvári, tehát meg amit Raffael is használta maga idejében. Tehát ugyanúgy 12 személyben fejezi ki a évköri sajátosságot, mint mondjuk Leonardo, de ez teljesen eltörpül, fölemel, és ezen sok magasabb szinten. Egyszerűen megjelenik. Megjelenik. És ez azért mondhatni egyedi eset. Most ez is nagyon jellemző, hova került ez a mű? Egy áruházba. Tehát hosszú ideig ez a saját otthonában, ami hát nem egy két szobás, ugye félkomfortos lakás volt, hát ő akkor Amerikának az egyik leggazdagabb milliómosa volt. Amikor még a millió volt, nem milliárdokba számoltak. Tehát lényeg az, hogy lakásán és a késői idejében, amikor élete késői felében volt, akkor már érezte, ezt annyira közkincsé kell tenni, hova tette? Áruháznak a 8. emeletére. Na most, ha nem vettük volna észre jelenleg, a Tesco meg a Auchan, mert ez a templom. Tehát ott kellett, ez körülbelül annak a szinonimát úgy mondtam, hogy ha én majmokra akarok hatni, nekem meg kell tanulni majomul beszélni. Ha én erre a konzumidiótáknak a gyülekezetére akarok hatni, nekem olyan közegbe kell juttatni, de nem az ő szintjükre leszállva, hanem a legmagasabb szinten, ahol találkozhatnak vele. És én hiába viszem templomba, egyébként nem tudom, tudjuk-e, hogy ennek a három képnek, tehát a Golgotának, a Krisztus Pilátus egy Golgota Ecce Homo kettőnek, mert kettőt vittek ki egyszerre Amerikába, Dél-Amerikában pontos másolatai templomokban vannak. Meg Dél-Amerikában még élő a vallás. Tehát annyira szent képekké tudtak válni. De hát ez mondom teljesen egyedi eset, és ezt is csak azért mondtam el, hogy érezzük, ezen az útvonalon nagyon-nagyon kivételes esetben mondjuk el lehet jutni szentképig, de ehhez egy Munkácsinak kell születni. És hát Munkácsiból is egy volt, akárcsak Csontváriból, tehát meg se közelítik.
nem hogy kortársak, hanem hatalmas időtávban. Na ennyit erről, köszönöm szépen a szíves türelmet, mert végtelen volt, majdnem fél óra. És akkor majd akkor összenavigáljuk magunkat.